Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello Jani, hello Feri! Hello! Jó reggel! Az esőből soha nem mászunk ki, hogy ezt komolyan mondom. Ma estig. Igen? Ma estig van, azt mondták, és a hétvége már ragyogó. 15-16 fokok, tehát tavasz kirándulás. Tényleg? Disznóölés. Így van. Oh. Tele vagyunk jó hírekkel. Például a ma este első, ahogy Feri is mondta, csak éjfélig fog tartani. Na, aztán jön a holnap. Éjfélkor, paf, igen, oh, ugye? Jó lesz ez. Hétvégére pont jó lesz. Szombat, vasárnap az már. Tuszi. Igen. Így van. 9 óráig forgattam este. De jó nekem. Azt úgy szemben leszakad a hátam. De miért te tartod a kamerát? Á, nem. Állni kell. Öregszem. Á, nem bírod már. Öregszem már. De hánytól? Nincs betét. Öregszem tartja. 9-től 9-ig, vagy 11-től? Hát tulajdonképpen 4-11-től reggel 11-től. És 9-ig. Jó volt, ilyen 6-8 hónapos gyerekekkel forgattunk, hát velük azért nem annyira könnyű. Hmm. Ők még azért meglehetősen öntörvényen értékelik ezt a világot, ami így is van rendjén, de hát ha álmosok alszanak, ha nyugösek sírnak. És ha baj van, akkor így kikiabáltak, hogy anyuka, cicit! Ja, anyuka, anyuka, etet, anyuka. Hát itat úgy, hogy... De mit forgatsz most? Én azt hittem, hogy most... Mit forgatsz a fejedben? Ilyen promót forgattam. Egy ilyen a fejemben. A műsornak a promóját. Fú. De jó lesz? A műsor a vagy promo? A promó? A promó. A promó. Figyelj, gyerekek vannak benne, az mindig cuki. Arról van szó, hogy egy nagy játszótéren én gyerekekkel játszom. És ülnek a hintába, tudod, így lóg, néznek rám, 6 hónaposak, és próbálják megválaszolni a kérdéseket. Nyilván az még nem annyira megy nekik, és akkor a végén ez egyik lehány. Na, hogy jó, ez jó. Na, akkor jó. Tehát tulajdonképpen ez a vége a dolognak. De te kérted, hogy csak te beszélhess benne? Tehát, hogy ne legyen még egy olyan szereplő, aki tud dumálni? Igen, mondtam, hogy nem. Hát itt senki nem szólalt meg. Hányás benne volt a forgiban? Benne. Az a vége poén, hogy ugye fölemelem már, hogy válaszoljon nagyon már, jelzik, és akkor... Nagyon jelzik a végére valami... Megvan! Kirász! Mondja el, hogy... Bonuszt a kicsire! Még mi található a női táskában, és akkor megtörténik ez a dolog, és egy ilyen spritznivel spricceltek le. Kefire. 6-szor kellett átöltöznöm, fölemeltem a gyereket, és mögé beraktak egy csövet. És amikor elmondtam a szövegem, akkor pumpával rányomtak, és abban a pillanatban egy ilyen 4 bár nyomással, egy ilyen 6 kiló kefir ide az arcomra, meg abba a mellemre, és az állandó átöltözés. Istenem, és 6 armani ment a kukába. Igen. Azonnal kérdezte. A gyerek utána aludni akart, akkor nem akart hányni, már hogy akkor nem szerette, már tehát 4-9-kor vettük ezt a jelenetet, úgyhogy nagyon álmos volt szerintem. De olyan cukik voltak, úristen, nagyon már olyan régen volt, mikor Benni ekkora volt, úgyhogy tudtam őket dögönyözni. Kedvet is kapt egy 3-as siker párra, ugye? Figyelj, 3-as siker azért nem, a haja még ne állna. De még egyre talán egyébként. Annyira jó volt fogni meg ilyen picik, tudod, hogy ilyen kis húsik voltak. Hát Benni már 5 éves lassan, tehát konkrétan teniszezik a lakásba, úgyhogy. Hát, más kategória már igen, gondolom. Másodpában ott már nem van, nincs minden nap tenisz, meg valaminek a szétverése, akkor az már nem is napnak. Jaj, emlékszel, de cuki, de aranyos, ugye? Ugye? Na, adjuk vissza az anyját. Igen, így aranyos egy. Még jó volt. Ja, sír vissza, nem? Jaj, de a hang az ismerős volt, mondom, mert ezt elég sokáig hallgattuk. Úgyhogy, hát ez volt velem tegnap. De akkor megvan, kész van. Dobozban, kész van, ez is. Dobozban, igen. Király. Igen. Jaj, na, ha már a hangát mondtad. Júj, de szép kötés. Hát ugye. Hú, várjál, hol említettem hangát? Ja, gyerek hangát? Igen. Ja. Szörnyű gyerek hangokat, igen. Egy figyeltétek, hova gyűrűzött tovább ez a zsiráf elaltatás, darabolás, oroszlánokkal megetetés már oda? De várjál, mielőtt csak mondanád, hogy hova gyűrűzött, azt tudtátok, hogy ott darabolták fel a nézők előtt? Na, ezt akartam mondani. Ja, azt hittem. Tehát, akkor mond. Hogy nem is csodálkozom rajta amúgy, hogy idáig gyűrűzött a dolog. Ugye a kopenhágai állatkertben úgy döntöttek, hogy egy fölössé vált zsiráfot, mert hogy nem kellett állítólag senkinek, ugye ha valaki esetleg nem hallott volna, bár szerintem az országban ilyen nincs is, feldarabolnak és megetetnek az oroszlánokkal, miközben ugye az utolsó pillanatban egyrészt aláírásgyűjtés, több tízezer ember írta alá, két állatkert is bejelentkezett egyébként a zsiráfért, hogy ők vinnék az utolsó pillanatban, és de ők megkapcsolták magukat, és nem. Oké, ő dolgok, lát, hogy ez így megy a skandináv országokban, stb. Ez egy ilyen állatkert, megtehetik. Oké, de akkor miért nem zárt kapuk mögött csinálják a dolgot, a nyilvánosság totális kizárásával, miért csinálnak belőle egy látványosságot gyerekeknek? Szülők állnak körbe,
nyakukba a kisgyerekkel, és ott nézik végig, ahogy szépen, akkurátusan kibelezik a szerencsétlen zsiráfot, utána feldarabolják, többen egyébként veszik kamerával, megörökítik az utókörnek ezt a fantasztikus látványt, hogy majd később is vissza tudják nézni azok a gyerekek, akik benn szerintem, egyébként megmondom nektek őszintén, én azt gondolom, hogy egy pici kis finom lelki torzulást ez egy dolog okoz. Valami elveszik ezekből a gyerekekből, mert hogy olyat láthatnak egy állatkertben, ami egyébként szerintem egy állatkertben nem normális. Hát ha azt bárhol máshol látják, az se igen. Én a disznóvágásra sem vittem el a Benit, mert azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy ezt még úgy, valahogy úgy helyre tudná tenni. Aztán lehet fene se egy állat, azt étel lesz belőle. Nem az, hanem hogy ott pöf, megbökik, remeg a lába, eldől, meghal. Tudod, nem biztos, hogy ezzel így kell szembesülni, mert aztán nyilván ők ezt pontosan ennyi tudják. Idősen. Nagyon fura, én is nézegettem a képeket. Szerintem itt több dologról van szó. Egyrészt ez egy nagyon jó marketingfogás az állatkertnek, mert olyan negatív reklám is reklám, ez egész világ a koppenhágai állatkertről beszél. Kettőt szerintem tök tudatosabb végezték ki ott a nézők előtt, hogy ez nézőcsalogatás. Aha. Tehát, hogy lássák, ha már meg kell csinálni, nyilván ők is a bevételből, meg a belépőjegyekből élnek. Tök tudatosan csinálták. Azt nem értem, miért nem adták oda más állatkertnek. Az azt mondta a tulajdon, hogy selejtes populáció volt, ugye? Túl sok van ebből a gémből, és nem akarják, mert nagyon belterjes lesz az állatkert és a populáció. És akkor megvan igen, rá magyarázat. Mondta, hogy a gyerekek tudnak boncolást nézni. Hát, figyelj, valahol egyébként nézzenek nyilván... Nézzenek békaboncolást, tehát hogy... De hogy most, ha így nagyon ilyen kívülállóként, nagyon át akarok állni a másik oldalra, én, aki disznók vérében hentereg és foggal tépi le a csirke fejét, tegyük fel azt, hogy át akarok állni, nincs különbség a béka és a zsiráf boncolása között, érted? Tök igazad van. Tehát ha így nézed, egyébként veled vagyok azt. Nem, ez igazad van, mert mondták. Kezdve, tehát hogy itt szerintem azért egyfajta fokozatosságot érdemes lenne. De szerintem nem az állatkert döntése, az a szülő döntése, hogy engedje végignézni. Hogy te odaállsz a gyerekkel, vagy se, igen. Én nekem van egy állatkertem, és azt mondom, gyerekek, 11 órakor mi itt megölünk egy vatkant. Mert se lejtes, nem tudom, hogy ez a hülye szülő most odaállítja a gyerekét, vagy nem. Az már viszont szerintem nem az állatkert felelősség. Én abban biztos, hogy elvittem volna onnan. Valószínűleg a gyerek azért maradt ott, mert a szülő annyira kíváncsi volt, hogy nem is törődött vele, vagy azt mondta, hogy nézze végig. Szerintem is trauma egyébként. Egyszer csak áll, eldől, lefűrészelik a lábát, fűrészelik egy állatnak a lábát. Engem is megvisel, tudod? Egy késsel felvágták a hasát, és elkezdték róla lenyúzni a bőrt. Lenyúzzák a bőrt, és a gyerek, tudod, egy három éves gyerek így áll egy rózsaszín kabátba, így is így próbálja helyre tenni, hogy mit lehet. Tehát elég meredek a dolog. Na, azt szerintem már viszont nem az állatkert felelősséget. A szülőnek kell azt mondani, hogy nézd, perec, és akkor arrébb vinni. Tehát az már nem. Ő ugye azt is mondta, hogy ezzel tanulnak az emberek meg, hogy kilátott már ilyen boncolást. Szerintem ez egy egyértelmű PR, meg egy egyértelmű marketing. Egyébként meg, ha azt nézzük, a természetben is így van. Tehát a selejtest ott is szétszedik az állatok. Illetve mondott egy nagyon jót az igazgató, hogy ha ők most megöltek volna egy vatkant, vagy megöltek volna egy antilopot, senki nem foglalkozna vele. Igen. De így, hogy zsiráf, így most az egész világ fölkapta, hogy kitörődött volna egy disznóval, egy selejtes disznóval, hogy levágtak egy disznót, igen, senki. A zsiráf nagy állat, látszik messze. Kicsit a nyilvános kivégzés, az egy kicsit talán na erős. Ez az, tehát hogy a természetben persze tökéletesen igazat, a természetben így történik ott is, ugye, az ökoszisztémának ez egy. Csúnyább az oroszlán. Ez így történik, ez a része, ugye, ahogy hívják, a ragadozó az, hogy levadásza a zsákmányállat. Oké, de ebben az esetben ugye ez úgy történt, hogy a kedvenc roskekszével megkínálták a zsiráfot. Hát a és amikor az elfogadt, pif, igen, kapott egyet a fejbe, utána pedig kibelezték. És mindezt akkor oké, végig tudják nézni. Hát, akkor meg én meg azt mondom, hogy hát akkor mi nem küldik be az oroszlánok közé a zsiráfot, mert a természetben egyébként az történik, hogy az oroszlán levadásza a zsiráfot. Ez szerintem egyértelmű szülői felelősség. Én is azt gondolom, hogy az ott a szülő, tehát ő döntse, hogy most ezt végig akarja nézni, hogy arrébb viszi a gyereket. Tehát az már nem az állatkertnek a feladata. Picit én azt gondolom, hogy ez a figyelj, jó marketing. A Mikulás kategória, tehát, hogy majd később rájön. Érted? Tehát, hogy figyelj, az állatkertbe állatot simogatni, állatot védeni, állatokat csodálni megy be a gyerek. Alapvetően. Én amikor a hangával beszéltünk, akkor nagyon-nagyon elítéltem ezt az állatkertet, de most azt gondolom, hogy én egy állatkertnek az igazgatója vagyok. Az a zsiráf az így is, úgy is meghal, nyilván állatkertekben altatnak el állatokat ilyen-olyan okokból. Az már egy elkerülhetetlen dolog. Hogy csinálom? Vagy megcsinálom bent két altató orvossal, vagy megcsinálom kint nyilvánosan, és azt mondom, hogy ez az életrendje. Selejtes volt, de van egy olyan állatkertem, ami egyébként a világ egyik legszebb állatkertje, és megtérül, és akkor azt mondom, hogy hát hölgyeim és uraim, nézzék meg. Mert ez így történik nálunk az állatkertben. Tehát, hogy
Igen, már azért nem annyira. Magyarázott szülőként, hogy mi van akkor, nem annyira de egy bizonyos kor fölött. Meg ez legyen szülői döntés. De igen, igen. Tehát, hogy de akkor mondja azt az állatkert, hogy oké, bejöhetnek, megnézhetnek. Pontosan erről van szó. Mert egyébként a hófehérke és a héttörpe, meg a piroska és a farkas is egy mese. Hát meg a kökölysz és a bobojsza is. És az egyiket még nem a hófehérkével, meg a héttörpével, meg a piroskával, meg a farkassal kezded el a gyereknek a szocializálását, hanem inkább a kökölysz és bobojszával. Régen nem volt kökölysz és bobojsz, mindenki kapta a vért, érted? Ezerrel, három éj, ahogy nem tudom. Minden esetre a dolognak a következménye az lett, hogy már halálos fenyegetéseket is kaptak. Tényleg? Igen, az alkalmazottak meg azok, akik részt vettek benne. Jó, azért az emberek is álszentek, tényleg, szóval egy disznóért most kiállnak ki, vagy egy antilopér igaza van a tulajnak, szóval most kivégezték ezt a zsiráfot, és megöltek volna mit tudom, egy rohadt ronda örmös medvét, vagy valamit, azt is lehet elkeraltatni. Az aranyos tud lenni az örmös medvét. Itt egy varacskos disznót, a kutyát nem érdekelni. Tudod, tehát ez most egy ilyen nagy dolog, igen. Na, mindegy. Miért nem adták nekünk ezt a zsiráfot, nem? Mert már nem nekünk van. Az állatkert. Ja, van egy csomó szép zsiráfunk. Van zsiráfunk. Állandóan születnek kis zsiráfunk. Mész ott egy kis zsiráfunk. Itt úgy szaporodnak, mint a nyulak. Bár nekem gyanús egyébként, hogy abban a hanga van. Tehát mert mindig van egy kicsit, tudod? Hogy mindegyik zsiráf 5 méter, és van egy kettes. Az be van írva egyébként. Igen, de valaki egy születés. Nagyon jó. Itt szülni fog valaki. Ha más nem, akkor a hanga elintézi. Igen, ott a Bika Biada, ugyanez, nem ugyanez? Emberek beülnek, nachoszt tesznek, meg patolatú kukoricát. Tehát, hogy igazából azért tényleg álszent az egész világ, mert közben Spanyolországban hány száz évig mindenki legnagyobb újongására mészároltak le úgy naponta 10 bikát, beültél Barcelona, hát én láttam, már Bika Biadán nem voltam, mert nem érdekel, rohadt nagy Kolosseum, bemész, Madrid, futószalagon ölték le a bikákat. Ja, Barcelona zárva is van. Na, már bezárt, hál' Isten, igen, hát nem. Egyébként meg ahhoz például hozzáteszem egy kicsit a másik oldalra állva, hogyha én bika lennék, és választhatnék, hogy mert ezeknek a toreadorok által kivégzett bikáknak gyönyörű élete van egészen addig a pillanatig. Tehát őket arra tenyésztik külön, zöld mező, addig rohansz, amíg akarsz, ilyen gyönyörű tehénlányok várnak nagy mennyiségben, csúcsminőségű kaját kapsz, és szabad vagy, egészen addig, amíg ki nem nyírnak. Ez az A verzió. A B verzió, amit választhatsz, hogy állsz bent egy karámba, és akkor azért nevelnek, hogy steak legyen belőle, igen, nyomnak mindenféle szarral, és nem vagy szabad, érted? Tehát ha kettő közül választhatnék, én, mint bika... Kobe marha, ami gyakorlatilag egy állásban van egy bent, állásban ott van, áll, jó, nem csinál semmit. Annak semmi. Még jó dolga van. Jó, Kobe nem rossz, mert sört kap, meg masszírozzák. Hát masszírozzák, sörre letetik, igen, ágyúrják. Igen, de ha nagyüzemi szarvasmarha tenyésztést nézed meg az, hogy azok a bikák, akik a toreador elé kerültek, akkor inkább az, de abban meg igazad van, hogy egy aréna örjünk 30 ezer ember. Mert ott azért felküldheted az égbe a bohócot. Figyelj, de egyébként tényleg, igen, szóval a csirkét is levágod, a finnek, dánok, nem tudom, azok lemészárolnak 200 delfint, ugye a japánok öbölbe terelik őket, azok közben bálnát halásznak, szóval tulajdonképpen mindenki ott öli és mészárolja az állatokat, ahol tudja, mi megöljük a disznóinkat, meg a csirkéinket, nem? De megállom, és szóval, hogy, szóval értem, annak más a funkció nyilván, mert az haszonállat, ugye, ahogy szokták mondani. Én ezért háborodtam fel az értelmetlen delfin mészárláson, közben nincs különbség, valahogy mégis van, mert a disznó legalább tényleg haszonállat, a delfinnek semmi célja, semmi értelme leölni, a disznóból jól lakik 1000 gyerek, 600 felnőtt, mit a delfinből nem. A egyiptomiak levágják a cápauszonyt, Ausztráliában mit csinálnak? Azért, mert a hülyét cápa megtámadja a szörföst. Mit csinál az ausztrál, mit tudom én, a Bondi Beach-en? Hát akkor most levadásszuk a cápákat, hogy hát honnan tudjuk, hogy ez a cápa ölte meg, érted? A boccolás után kiderül, ezt szokták mondani, és igen, akkor kérdezem, hogy jó, de ha mégse ő ette meg, akkor már nem tudod összerakni. Leöltek 6 cápát, az egy hét múlva megint megtámadott valaki a szörfön. Nem veszi észre az ember, hogy mi megyünk az ő természetes közegükbe, és utána még mi vagyunk felháborodva, hogy megtámadnak minket, ugye milyen szörny, és akkor menjünk, öljük le őket. Ez így hülyeség. Kijönne ide egy delfin, nem? És akkor itt mi megölnénk, és akkor jönne a társaival felháborodva, hogy most miért öltünk meg a szárazföldön. Hát ez, miért megyünk be a vízbe? Hát nem kell bemenni a vízbe szörfözni. Vagy tudni kell, hogy ott cápa támadás. Igen. Viszont mit akarok mondani? Híre, 1000 forint egy meccs rá jegy, azt hallottátok? Nézőcsalogatás? Magyar futball válogatott? 1000 forint a felső határ? Már mindegy, mennyi csak jöjjön valaki ki megnézni? Azért az milyen? Hát figyelj, egy ezresére azért. A szövetségi kapitány. Igen, bemutató meccse, nem tudom ki ellen, nem figyeltem, rohadtul ez nem jó. Is érdekel, csak vicces, ott hallottam, a kislány mondta, hogy 1000 forint a jegy. Hát felső akkor... határ, hogy a cél a nézőcsalogatás. Hát akkor kimegyünk hárma. Hát akkor hova? Akkor 3000 keresünk vele.
Mi keresem? Bár, hogy keresel vele? Ja, nem adnak? Ja, nem, az nem ilyen. Minden bejövő ember 1000 forintot kap, az ember, az még szép kiadás. Nem tudom, hol játszunk, kivel játszunk, miért játszunk, semmit nem tudok, csak megütötte a fülem, hogy a felső határa 1000 forint, mindegy. Egyébként mennyi egy meccs? Hát több is tud, igen. Attól függ, hol ülsz, milyen szektorban vagy, persze tud lenni. Az 1000 forint az nem sok. Mondhatom, ekkora baj, hogy már mindegy, csak menjenek ki. Fogalmam nincs. Mivel nem vagyok hajlandó egy percet csinálni. Egy ezresé lehet, hogy megérne, nem. Figyelj, ha 90 percért kiülök a Moszkva tér egy alsógatyában, ehhez számomra az is nagyobb élmény. Az biztos. Magyar és futball. És az másoknak is szerintem. Nyomorúságos verkődését nézni. Persze, abszolút. Főszövetségi kapitány Pintér Attila bemutatkozó meccs. Így van, Attilának én megelőlegezem a módja. Bizalmat minden új szövetségi kapitánynak. Előlegezzük a bizalmat. Mi most a cél kijutni 24-ben a kenyai VB-ről, hova? Nem, csak most mit kell, mindig van egy újabb cél. A magyar fociban 20 éve van egy újabb cél. Mindig tudunk valamit találni. Most mi? Most kijutni semmi, csak annyiban beírva, hogy a célok közé, hogy kijutni végre valahova. Igen. A cél külföldön futballozni. Igen. De mi van? Egy gyerekek, tényleg. Tehát, ugye van van Brazília, majd a VB. Igen. Oda? De. Oda már nem? Hát oda akkor nem 2016 EB? Hát a VB idén van. Igen. Hát az EB-re már nem jutunk. Már a két év múlva a következő EB elúszott? Nem, Mária. Most hülyék vagyunk a magyar focit. Most van a VB. Most mi van? VB lesz most, nem? Akkor két év múlva szerintem cél az EB. Hát mindig valami ilyen távolabbi célunk van. Nem az EB a cél? Ezt már lecsúsztuk, igen. Akkor EB. Azért mondom, gyerekek, teniszben ott vagyok, de fociban azt kérdeztek, amit akartok, de látom én is, mert hogy ti se. Ha okosak, akkor azt mondják, hogy kijutni egyszer egy. Igen, kijutni, tényleg, kijutni egyszer egy. Igen. És akkor csak nincs elvárás. Hát miért nem ezt mondja a Csányi, vagy a, nem tudom, az új szövetségi kapitány? Kijutni egyszer egy. És akkor fejezd be a mondatot, tudod. Az a baj, hogy tényleg most én nem vagyok ebben talokban ennyire. De figyelj, ha... Mise, de ne ostorozz magad. Nem is, nincs mi. Az elmúlt 20 évben nem volt mi odafigyelni. 5-0-val jutott be a Real Madrid. Hova? Királykupa döntőbe. Na látod, ezt tudod? Az Atlético Madriddal szemben. Na, bocs. Hát jó, hát figyelj, nem baj, valami ezt hülyék vagyunk. Igen. Én abszolút ismeri, vállalom. Minőséget ismeri, a többit nem. Most az a cél, hogy találjuk el a labdát, így egy hallgató. És hogy Torgeles annyi még többet fusson. Sanyi, benne van a válogatottban? Most nem tudom. Nem, nincs. Fogalmam nem. Érted. Tehát a nagy ágyunkat nem lőjük el, mi? Hol mi válogatott. Bárkit nem adunk oda, csak úgy. Van újsághír is egyébként, hogy a magyar labdarúgó válogatott tegnap volt egy ilyen árvaházban egy látogatáson, és akkor az a nyilatkozott, hogy sose láttam még ilyen szomorú, elkeseredett arcokat, nyilatkozta a 6 éves Pistike. Tényleg? De hogy is? Azt ugye megkérdezik. Umolom, mekkora duma lett volna, igen. Kilátástalan tekintetek. Reményveszett arcok, mondta 8-es Józsika, igen. Valaki írja meg, mi a cél? A gól. Igen. Átjuttatni a labdát az ellenfél gólvonalán. De miért küzdünk most? Kijutni az öltözőből a gyepre az új felcsúti stadionban, mert akkora lesz, hogy könnyűben eltűnik. Mi a nyomorúságos harcunk értelme és célkitűzése? Tehát, hogy mi? Mi? Cél megverni a színes bójákat. Igen. Kicsemezni őket. Zsűl, te se tudod, hogy miért küzdünk most? Azért erre futballban erősek vagyunk, nem? Na, minden esetre hajrá. Na jó van. Valaki úgyis megírja majd nekünk játék. Hát a Pintér Attila esetleg hallgat minket. Akkor dobjon már egy SMS-t, mert őt tudja. És hívhatjuk, el is mondhatja nekünk. Nagyon szívesen tanulunk a futballról, nagyon sok mindent. Mi a újság a játékkal? Hát kettő. Sors döntő pillanatához érkezett a hét. Gyerekek. Mert hogy kettő oda, a többit azt. Kicsit olyan vagyunk, mint a magyar futball, a békasegge alatt vagyunk most, mert ha most ezt is elbukjuk, akkor két egymás utáni hetet buktunk el, és az viszont nagyon-nagyon meredek. Nem, mert... Én nem is tudom, hogy volt-e már valaha a játék történelmében. Mi nem az utolsó pillanatban szoktunk elbukni. Hát ez most egy utolsó pillanat, mert szerdán, ugye nem tudom, ha nyerünk, még van esélyünk, de ma kikapunk, elment a hét. Mert ugye 2-0 oda. Van valami gyerek, idős... Kossuth Rádió, valami. Valaki, aki korumpálhatod, megkapja. Nagy ajándékot kap, ha kimondja. Valaki, aki veszít egy ajándékcsomagért, vagy dupla ajándékcsomagért veszít, valami legyen. És ha többen is jelentkeznének ilyenek, őket írt föl, mert hónapra és hónap utánra is kell.
Bárkit lefizetünk, bárkit megveszünk, de ez a hét ez nem mehet. Hát ez egyébként így jó. Tehát, hogyha valaki odaadja nekünk, akkor az alapból megkapja az ajándékcsomagot, sőt, még fel is turbozzuk valamire. Nem? Ez olyan, mint az olvasószerkesztő, amivel kapcsolatban volt tegnap egy nagyon jó kis ötleted. Ja, fizetős? Hát. Azt már nem akarom mondani. Na, igen. Igen. Na, megjött közben 2016 EB, drágák vagytok, köszönjük szépen. A Franciaország EB, valaki azt írja, hát a punci, az nagyon jó. A punci is cél. Hát a punci, nagyon jó. A franciaországi EB. Miért nem rendezünk mi EB-t? És akkor oda nem kéne kijutni, mert már ott vagy. Mert azt elbuktuk. Volt már egy ilyen kis kezdeményezés, igen. Ott a horvátokkal együtt rendeztük volna. Igen, közösen szerettük volna. De az lenne az igazán nagy blama, ha a rendező ország ugye automatikusan kijut, és még azt is elbuknánk. Ne. Magyarország kint van az EB-n, hiszen mi rendezünk. És valahogy annyiszor kapnánk ki aztán, hogy na, bocsánat. Jó, ketten nem rendeznénk egy szomszédos országgal, nem. De a kettőből csak az egyik jutnak ki. Igen. Sorsot tudnánk. És oda se tudnánk kijutni. És itt megnéznénk a lelátóról, igen. Na jó van. Oké, lehet jelentkezni játékra. Jó, természetesen bárkinek, tehát nem akarjuk mi itt nagyon korumpálni játékosainkat. Csak valahogy mégis azért ne győzzön, ez a lényeg. Jó, fél hét múlt pontosan 2 perccel. Jönnek a hírek, aztán jövünk a sorsdöntő játékkal mi is. 6:51, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Sopronban eső helyett szakad a hó, havasak az utak, takarítás nincsen. Peter küldte nekünk. 66-os úton Sásdona Kaposvár felől érkezőket Lada Nívából mérik, gyerekek, Lada Nívából mérnek. Megbízható termék, ennyi. Nagyon klassz. Minden bevetnek. 50 évet, vagy nem tudom mennyi. Lada Níva. Hihetetlen, mik vannak. Oké, na jól van, megnézzük akkor, jó, hogy ki a játékosunk. Hát reménykedjünk benne, hogy olyan, akit le tudunk győzni, mert kétszer egymás utáni héten kikapni, a szörnyű. Szörnyű trauma lenne mindennyiunknak. Úgyhogy próbálkozunk, már itt is van a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia. Angéla, hello Angéla, honnan hívsz minket? Sziasztok, Szegedről. Szegedről? Szeged. Hmm. Oda is mennünk kéne, nem? Szegedre? Hát, igen. Kéne. Rég volt. Sok helyre kéne mennünk. Mit csinálsz, Angi, dolgozol, vagy otthon? Nem, én futni voltam, most értem haza. Futottál? Na, sportos. Mennyi? Kifogyott a benzin. Van olyan is, amikor kifogy a benzin, igen, de most konkrét nem az. Mennyit futsz ilyenkor? Csak ilyen kevés, ilyen kis 5-6 kilométereket épp, mit van kedvem. Tehát annyit pókjárásba lesétálunk, nem Feri? Nekem ez a 6 óra, hogy reggel 6-kor valaki elindul, azt nagyon tudom becsülni. Fél 6-kor. Van, amikor, vagy fél 6-kor, én is amikor fölkelk, és van, amikor már fél 5-kor látom, hogy valaki ott elkocog a házadat. Nálam is ott, amerre jövök, ott igen, integetek mindig. Miért nem alszol? Ugye, hova rohan? Hova ez a futás? Hát, mert utána megyek dolgozni. Igen, le a kalapat, mert hogy aki fut a rendben van, sokan csinálják, de aki előbb tud felkelni azért, hogy fusson, és még nem délután fut, az az igazán kemény. Amikor az ágy és a futás között a futást választod, az kemény. Hangi, mit csinálsz, mit dolgozol? Én eladó vagyok egy mennyasszonyi ruhaszalonban. Ó, sok olyan nő van, aki nem akar vásárolni, csak bemegy, megsimogatja a ruhákat, vágyakozó tekintettel feltesz néhány kérdést, majd... Van egy pár, igen, de nem jellemző. Nem jellemző, tehát nincsenek ezek nem akar senki elvenni, vagy a párom nem akar elvenni, és bemegyek szalomba. Van valaki, aki már 8 éve jár be próbálni. Igen, valaki mindig elképzeli, hogy milyen lesz. Jó vagy a játékban? Hát én még soha nem játszottam ilyen játékot. Nagyon jó. Jelentkeztem a felhívásokra. Ez ennél jobbat te nem tudtál volna mondani, mint hogy még sose játszottál ilyet, hogy kicsit izgulsz. Nem, nem játszottam. Igen, izgulok is, így mondom. Aj, de nagyon jó gyerek. Te passzus, lehet, hogy valami született tehetség. Érted, soha nem próbálta. Ne erősítsd. Nem valószínű. Tudod, hogy ez egy nehéz műfaj. Aki izgul, elbukik. Így van. Futás után ráadásul szapora meg a pulzus száma. Hát nem tudom, valami ajándék, dupla ajándékszavagot ajánlatok be. Hát, igen. Megvesztegethető vagy, az nekünk nagyon jó. Akkor valahol ugye a 30. környékén durrancs be egy nemet, és akkor már meg is van. Nem, tiszta játékot akarunk, jó? Ha elbukunk, bukjunk el nemes harcban. Ha győzzünk, akkor győzzünk tiszta eszközökkel, jó? Oké. Kivel?
Janival. Jaj, de örülök, jó. De aranyos vagy, köszönöm. De jó, hogy nem rajtam megy el a hét. Jó. Futótársak. Így van, a két futótársak össze. Így van, így van. Na, Jani, próbálj nyerni, jó? Ja, igyekszem, kell a hét. Magam. Nagyon kell a hét. Tényleg, egy falat kenyér. Mehetünk? Igen. Na, 3-2-1, és tessék. Angéla, vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Angi, más jó. Többen hívnak úgy? Mit tudod? Még egyszer. Jobban szeretett, ha Anginak hívnak? Változó. Mindegy végül is, hogy hívnak. Köszönöm szépen azért. Beszélgessünk egy kicsit a futásról? Szeretnél? Beszélgethetünk. Úgy hallottam, hogy te is nagy futó vagy. Szoktam, igen. Te többször? Miért szoktam, igen? Én megvertem magamat. Igen. Nagyon a kezdetén vagyunk, pedig még... Elment a hét, gyereket. Pedig én ide kezdtem. Istenem, ezt a szégyet. Szép volt, Angi! Nem ezt beszéltük meg. Hát de... Azt beszéltük meg, hogy az első 5 másodpercben ki. Nem, az első 30-ba. Azt a minden gyereket. Kikaptunk, elment. Letörtem. De az én örülök. Ne örülj! Jól van, küldjük az ajándékcsomagot neked, ügyes voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Ügyes voltál, Angi, gratulálunk! Szép volt. De ez csak szimpla ajándék lesz, tudod? Nem rajta múlott. Ez mondjuk igaz. Te nagyon ügyes voltál, én voltam az ügyetlen. Köszi, Angi. Belemerülti a futásba. Igen, benne az volt a jó. Csáó, köszi. Hello, sziasztok. Gyerekek, nagyon hát ez nem baj, ez katasztrófa. A verhetetlen rádiós trió ebben a formában azért már picit zarzoskodó, nem? Kellene már egy alternatív szignált is készítenünk. Valamit, igen. A srácok, akik a sebezhető, igen. A sebezhető rádiós trió. Ajjaj. Az na időként mindegy. Győző rádiós trió. Gyerekek, hát ez van, kikaptunk, nem. Mindegy. Elegánsan kell ezt tűrni, két elvesztethetünk van, csak mondom, hogy... Elegánsan kell tűrni, gratulálok. Én nagyon mondom, szép élek. Volt, hát ez most, na hát ez most gyönyörű volt. Igazi elegáns. Mondjad? Nem. Mi, te kivel három elvesztett. Te hát ezzel húztatok a harmadik vesztethetet. Ide köztem volt, megvesztegetett valaki. Nyerthetünk. Igen, nincs akkora baj, fiúk. Hát 6 héttel tel az évből. Január 6-a óta játszotok. Igen? Hármat nyertek a hallgatók, hármat ti. Most jó. Egálba vagyunk. De egymás után ez a harmadik elvesztett. Ne, ugye egymás után a második elvesztett. De egyébként három elvesztett hét van összesen. Igen. Az de közte volt egy 5-0-át. Nyertek a hallgatók 5-0-ára valaha. Hát ezt mondom, én veletek vagyok. Hát még a hét nyeretek. Mármint, hogy érted. Hát nincs akkora baj, Balázs. Hát az elején nem mondott egy nemet egyébként, mert volt valami nem, vagy csak azt mondta, hogy meg tudjuk oldani. Ne, inkább hallgassuk. Valami, tudod elég, ha szimplán meghallgatok. Tudod, miért kérdeztem ezt, Anna, hogy jó egy rugóra jár az agyunk, hogy nem mondta el ki a nemet. Biztos találsz valahol egy M-et. Olyan volt az elején, mintha mondott volna valamit. Na, de szerintem nem mondta, hogy nem, csak azt, hogy valami ilyesmit mondta. Megnézzük. Vagy azt mondta, hogy na. Na jó. Sólyom szembe repül a fészkébe. Elég sokan írják ezt. Gyerekek, a nemet. Van 3 challenge-ünk, én egyet kikérek, jó? Jó. Challenge. Jelzem a vezetőbírónak, challenge-et kérek, légy szíves, hallgass vissza. Gyerekek, nem adjuk ezt azért oda csak úgy. Jó? Tiszta játékkal odaadjuk, de valami az elején volt. Én nem akartam megállítani a játékot, meg. Szerintem egyébként nem a nem volt, hanem egy ilyen... De valami nem tiszta volt nekem. Nézzük meg. Ajajaj. Na, nem vagyunk elég jók, nem érdemelnek meg minket, ha hallgatok. A hallgatók sokkal többet érdemelnek, holnap utána jöjjünk. Jó. Jöjjön, értünk a csapat. Jaj, gyerekek, mi lesz így? Na jó, visszahallgatjuk, aztán bejátszuk a hírek után. Jó, egy perc, pontosan 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, 7 óra múlt, 14 perccel. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Szia, hello, Balázs, hello. Szia, Feri. Szia, Jani, szia, Balázs, Viki. Bocsát, Viki, Balázs, Jani, szia. Szia, Viki, bocs. Gyerekek, reményteli híreim vannak, azt na, kell, hogy mondjam. Na, csodálatos híreim vannak. Már nem olyan játékot illeti. Ja. Játék? Mert hogy kikértem egy challenge-et, és bizony. Szeretném, ha meghallgatnátok. Ha? Nem azért, mintha nem adnánk oda a játékosnak az ajándékcsomagot, ha jár, de ne adjunk úgy ajándékcsomagot, ha nem biztos, hogy jár. Ugye? Uh-huh. Angival játszott Jani, és Jani föltette azt a kérdést, hogy Angi vagy Angéla melyiket szereted, és ott Angi kicsit belebonyolódott a válaszba. Hallgassátok meg, aztán döntsetek ti, hogy mit hallottok. Figyeljetek! Angéla vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. Ott van. Azt a kutya fáját. Szóval... Még egyszer. Még egyszer? Figyel. Angéla vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. Nem. Igen?
Még egyszer? Még egyszer? Jó, még figyelj. Igen? Angéla, vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. Szóval. A challenge jogos. Három challenge-en maradt erre a szetre. Nem használtam már egyet sem, mert jogos volt a kikérés. Tehát még a héten van három challenge. Nagyon jó. Gyereke, ki mondta? Ki? Sajnálom. Ki mondta? Angi mondta. Igen, sajnálom. De ki mondta? Döntsétek el, beszéltek meg, hogy mit tegyünk. Hát mit tegyünk? Hát itt a pont. 2-1. Hallgassuk már meg egyszer, mert én még nem vagyok meggyőzve. Léci. Angéla, vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. Még egyszer? Megtenéd. Figyelj, köszönöm. Angéla, vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. Ott. Nem, jaj, bocsánat, Angi. Figyeltem. Figyelj, nézd csak. Angéla, vagy Angi? Hívjalak Anginak inkább? Nem, Angi. De, meg vagyunk. De igen. Gyerekek, meg vagyunk. Jó, Anginak akkor... Angitól elnézést kérünk, bocsánat, reméljük, hogy ő is hallja, Anna beszél majd vele, és akkor így viszont 2-1, beszéltél vele? Nem, de rögtön hívom, eddig nem akartam elrontani a reggelét. Az úgy korrekt, hogy meghallgatjuk. Meg oda tettem még egy nagyon pici kis összenetet, tehát hogyha ez nem lett volna elég, még kimondott még valamit? Még persze, itt pár szor még kimondott dolgokat, aha, persze. De most nem tettél be csalást? Nem tettem. Ja, jó, azért. Nem. Ez? Nem jellemző. A kutyafáját hányszor kimondta. Hát, és nem vettük észre. Hát, na ez vicc tényleg, de az igaziból tényleg kimondta az. Nincs miről beszélünk. Ennyi. Tényleg ott volt. Hát ott volt. Jó, gyerekek, 2-1, még nem ment el semmi, részünkről sem, még lehet 5-1, vagy annyi már nem, 4-1, 2-2, 3-2, bármi. Angit hívjuk, hogy akkor ezt kimondta. Egyébként nagyon sokan megírták, és én is hallottam az elején, csak nem mertem közbeszólni, de jogos, igen. Nem az ő hangja, Photoshop. Igen. Nem, csalni nem csalunk, olyat nem csinálunk egyébként, tényleg kimondta. Na nézzünk közlekedési híreket akkor, hogy milyen helyzet, jó? Előtte szeretném a lányomat nevezni a Vastag Csabis vacsorára. Köszönöm. Jó, jönnek az SMS-ek, oké, holnap erről részletesebben beszélünk, hogy mi a lebonyolítás, meg hogy lesz, mint lesz. Azt mondja, hogy ki átállok gyorsabb üzemmódra, gyerekek, mindjárt. 10-es úton Solymártól szokás szerint nagy dugó van, undorító. A buszon nyomorgás és a bűz. Állunk, mint a heringek. Herr Müller küldte ezt nekünk. Jaj, hát nem irigylem. 66-os úton Sácson a Kaposvár felől érkezőket Lada Nívából mérik, kérem szépen. Hát Lada Nívából mér a rendőrség. Micsoda, nem is... Hihetetlen. Hihetetlen márkahűség. Bevetették a legpatinásabb vasat is. Igen. Nem gondolnád, azt jelenti, hogy ez egy 10 éve ott áll érte, lerohadva. De nem, az döbbenet. Jó, működik. Dubájban Bugatti Veyron, meg nem tudom, hogy nyilván nonsens őket összehasonlítani, itt van Ladaniba. Hatalmas. Veszprém és Herend között szakad az eső, ehhez képest még mindig sokan rohannak. Ezt Csacsa küldte nekünk, köszönjük szépen. És pénztártól való távozás után mit akarunk, kérdezi egy hallgató. Hát, reklamálni. Nem? Reklamálni. Ezt. Panaszkönyvet kérni, kikérni, beírni. Na, viszont, egy érdekes dolog, ugye, a NAV rászáll a vaterázókra, meg a kis hirdetőkre, nagy hirdetőkre, mindenkire. Én szerintem érdemes lenne rendbe tenni, hogy akkor most kinek van félnivalója, nincs félnivalója, mit kell, hogy kell bevallani az adóbevallásba, kire száll rá a NAV, mit csinál pontosan, mert... hát egész egyszerűen tudnunk kell, nem? Bizony. Hogyha veszel, ha eladsz, mit csinálsz? Ugye, mert hogy hát nehéz helyzetbe hozta a kúria döntése a profi eladókat, jöhet a NAV, és tudakozódhat, valamint próbavásárlásokat hajthat végre. Többek között például ugye a Vaterán, meg egyéb ilyen. Próbavásárlásokat? Igen. Ne csináljátok már! Miért? Mi a baj? Hát, mert hogyha például mondjuk egy ilyen próbavásárlás kapcsán valamelyik navos rárepül egy olyan termékre, amire én is rárepültem. És elviszi előle. Mint rendszeres vásárló. Igen, és leüti az órom előtt. Akkor mi van? Aha. Hát akkor valószínűleg az van, hogy ő ugye csak eljátsza a vásárlást, és egy nap múlva újra látod azt a terméket. De mi van akkor, hogyha elmeszelik az eladót? Hát, na az baj. Igen, akkor buktad. Akkor nekem csókolom. Igen. Akkor mit fogunk a gyereknek olvasni? Ma is megyek egyébként egy könyvért. Ugye a NAV a hét elején arra hívta fel az üzletszerűen. Üzletszerűen. Fontos szó. Üzletszerűen kéjelgők figyelmét arra, hogy jobb, ha önként javítják be az adóbevallásaikat, mert bár így is tetemes összeget kell majd fizetniük, legalább az adott esetben több százezres vagy akár több milliós áfa bírságot is megúszhatnak. És ugye 2012 előtti ügyleteknél az a lényeg, hogy
Hát tulajdonképpen az ÁFA szabályok alkalmazandók a jövedelemadózás során, és a magánszemélyeknél is, amennyiben üzletszerű, az üzletszerűség bizonyítható. Aha. Most ez mit jelent érdekes. Pontosan, hogyha én például vettem valahol egy bringát? Igen. De én azt drágában akarom eladni, mert én azt gondolom, hogy az nem veszített az értékéből. Akkor én azt már üzletszerűen csinálom? Nem. Mert ha csak egyszeri eladó vagyok, nem? Viszont igen. Ha adok-veszek, akkor igen? Itt azokra, aki szokott mászkálni ezeken a portálokon, ugye tudja, hogy vannak egyrészt azok, akik a megunt bicikliüket, a kicsit rosszánkot, az akármit eladják. Őket szerintem nem fogja bántani a NAV. De vannak olyan cégek, akik ezt nagyon okosan hirdetési felületként használják. Igen. Tehát például a Kokáért van egy ruhabolt, ahol árulják az új ruhákat, ahova te bemehetsz. És azt mondja a ruhabolt, hogy kérem szépen, én fölrakom ide a Vaterára, az Apródra, az akárhova, hogy vadonat új női 16-os, most mondtam valamit, cuki felső eladó, van belőle rózsaszín, kék, piros, meg nem csak kicsi, hanem nagy is, gyere be hozzám. Tehát ebben az esetben nem is használt termékről van szó, hanem egy vadonatúj terméket hirdetnek. És ha nekem van otthon három porcióm, és én azt a három porciót el akarom adni, és mindegyik egy kicsit drágában adom el, mint amennyiért vettem, akkor én nem egy egyszeri eladó vagyok, akkor én 3-4 ugyanolyan dolgot értékesítek, akkor én üzletszerűen kéjelgek fönt a vaterán, és próbálok... Akkor nagyon ügyes vagy, és találta három olyan hülyét, aki drágában megveszi. De ez rád, nem szabadna, hogy vonatkozzon. Nyilván kellene egy olyan összeg határnak, ami felett, vagy amitől kezdve, már azért nehéz elhinni, hogy itt csak egy alkalmi eladóról van szó. Ugyanakkor én például nem tartom azt fairnek, hogy mondjuk ugyanez alá megítélés alá esenek azok is, akik ténylegesen használt termékektől igyekeznek megszabadulni. De ezt akarom kérdezni, hogy mikor számíthatok egy műtetésre? Mi minősül üzletszerű értékesítésnek? Mekkora mennyiség, mekkora volumen, hol van az üzletszerűség határa, és hol van a sima magánszemély értékesítésnek? Nálam van 100 darab fakanál otthon. Aha. De én egy magánszemély vagyok, és rájövök, hogy nem akarok 100 darab fakanalatot, és fölpakolom egyenként 1000 forintért, 500 forintért, de 100 darabot pakolok föl, akkor én üzletszerű fakanál kereskedő vagyok, vagy én egy magánszemély vagyok, aki egyébként 60 dologtól akar megszabadulni. Szerintem vagy a kocsimat akarom eladni, apró részletekben, vagy mit tudom én? Egy összeg. Összeg, ugye? Összeg? Összeg. Van, ezt nem biztos, hogy nagyon jól tudom, de megpróbálkozom. Van egy 600 ezer forintos határ, ami alatt kvázi ilyen garázsvásárnak minősül a történet. Ez Amerikában ugye nagy divat, hogy ott ugyanezt csinálják, kinyitja a garázsajtót, anyu kipakol oda mindent, ami nem kell, jönnek az emberek, megveszi 1 dollárért, 3-ért, 5-ért, 10-ért. Ez ott ugye nem kell bevallani. Ezt nálunk is kitalálták, hogy ez 600 ezer forintig működik. Tehát ha te 1000 forintért adsz egy fakanalat, és 100 darabod van, akkor 100 ezer forintot kerestél vele. Még nem. Igen, csak a NAV azt mondja, hogy a legfontosabb kérdés, hogy valaki egy saját magának vásárol dolgot adott el, vagy pedig eleve azért vette meg, hogy később eladja. Hát ez hogy bizonyítja a NAV? Az hogy bizonyítja a NAV, hogy én megvettem egy bringát 30-ért, de én látom, hogy fönt van valamelyik kis oldalon 45-ért, és én azt el tudom adni 45-ért. Akkor egy dolgot adtam el, de keresni akarok rajta, akkor én már üzletszerű vagyok? Nem, és akkor eladok egy bringát, és megkeresem, és be kell vallanom, hogy most eladtam a bringámat, de azt mennyiért vettem? Tehát ezt hogy fogják ellenőrizni? Nem, mert magadnak vetted a biciklit. Tehát a szándékod az arra vonatkozott, hogy neked kerékpárod legyen, hogy tudjál vele sportolni. Na de és ha nem? Ha én kinézek egy aukciót, akciót, mondjuk az egyik hiperbe, ahol vannak ilyen bringa akciók, 13 ezerért utána dobnak kettőt, és utána 26-ért felrakom darabját, akkor üzletszerű. Én nem azért vettem. Ha egyszer csinálod, meg szerintem nem fognak bántani. De. Ha minden héten 5 ilyen hirdetésed van fönt, vegyen újra biciklit Sebestyén Balázsról, higgyel, a hülyének is megéri. Mert a rendszer egyébként rögzíti azt, hogy ugye hányszor is milyen terméket értékesítettél. Igen. Tehát, hogy ez alapján téged rajta csíphetnek, vagy lefülelhetnek. Akkor az adóhatóságnak ki kell, hogy adja? Tehát akkor nem kell, még annak sem kell. Mert ők csináltak próbavásárlásokat, de akkor ők ezt kiadják. Nem kell, ez látszik. Tehát, hogy ennek utána lehet. Van egy ilyen hirdető adatai, és akkor abban benne van, hogy ő 54 darab sikeres akciót bonyolított le itt ezen a portálon, és ennyi. Tehát, hogy ő már is látja a hivatal, hogyha rámegy erre az oldalra, hogy ki, hogy tevékenykedik. Szerintem mondom azt, hogyha nagyon sokszor mondjuk ugyanolyan fajta termék, akkor már vélelmezett, hogy az egy így van. Az egy fontos dolog szerintem, hogy a NAV egyébként végezhet különböző ilyen adathalászást ezeknek az akciós vagy aukciós portáloknak a szoftverein vagy szerverein, tehát a NAV bemehet és szűrögethet? Nem. Vagy csak a NAV egyébként csak próbavásárlásokat csinálhat?
Így bemehet? Van nyilvános információk, a nyilvános információkhoz ő hozzájuthat, de szerintem ez ugyanúgy ilyen üzleti titoknak minősül, nem? Tehát, hogy amikor most fel kéne mennem ahhoz a Vaterának az oldalára, hogy megnézzem, hogy a személyiségi jogokról, meg a személyi adatokról hogy rendelkeznek ők, de szerintem nem. Uh-huh. Tehát, hogy nem kérheti ki, csak ha már nem, valakire hát, a spéci lecsapna. Szakaszban, így van, aha. Így van. De csak azért, hogy csekkoljon valakit folyamatosan, azért nem. Hát nagy piacot fognak ezzel nyilván, nem? Tehát itt azért nagyon sokan adnak, vesznek, azért ez egy nagyon népszerű eladási forma. Mindenki jól tudja, hogy most mi vonatkozik rá. Megint az lehet a probléma, hogy az tök jó, hogyha ezeket kiszűrik. Az lehet a probléma, akik mondjuk tényleg egy darabot adnak el, vagy néha eladnak valamit, és ha ők belekerülnek ebbe a hálóba, szegények, ők meg szívják. Hogy... Na, kérünk egy kis segítséget a NAV-tól, jó? Meghallgatjuk, hogy mi a helyzet. Aszalos Andi, a sajtóreferens. Hello Andi, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, hello. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Sajtóreferens, jól mondom? Tökéletesen. Nagyon sűrűn váltakoztok ott a NAV-nál, hogy nem lehet követni, hogy éppen ki nyilatkozik. Hát nagy a szakterület. Sok mindenhez kell érteni, igen. Igen. Úgyhogy... igen. És akkor te ilyen aukciós portálos szakterületű vagy? Nem, én most átmenetileg beszélek a NAV nevében, és igyekszem minden információt összeszedni ahhoz, hogy többek között benneteket is tájékoztassalak, és hogyha már enyém a szó. Hagyd dicsérjem meg Rákóczi kollégát, aki tökéletesen érti, hogy miről szól ez az egész. Csak ezt tegyük tisztába a kollégát, nem vagyok navos, ugye? Vagy igen? Mint sajtós kolléga. Jó, köszönöm. Ha meg nem sértem. Nem, sőt. Na, hogy a Feri mondta, hogy aki üzletszerűen ad el, ugye? Igen, igen. Na most, ha például nekem van otthon 50 darab bringám, mert a családi örökségem van, akkor én ezt üzletszerűen adom el? Hát nézd, azért életszerű példákból induljunk. Jó, akkor 100 fakanál. 100 fakanál, mert nem tudom, nagymamád, dédnagymamád ráthagyta a fakanalait, és úgy érzed, hogy ez most már csak a helyet foglalja, és ezért eladod. Igen. Ez nyilvánvalóan nem üzletszerű. Aha, ez nem üzletszerű. Tehát meguntad, nem használod, ennyi. Elég volt belőle, nem tudod hova más tenni. Más irányú lett a szexuális perverziója. Nem tudok mit hozzátenni. De akkor mi számít üzletszerű eladásnak? Tehát ha például én ruhakereskedésből élek, és akkor elkezdem értékesíteni a saját boltomon a ruhákat interneten keresztül. Nagyon kulcs szó a bolt egyébként, mert azt szoktam mondani, hogy úgy lehet legkönnyebben megállapítani, hogy a Vaterán vagy bármilyen aukciós oldalon, amit csinálsz, azt összehasonlítod a bolttal, az utcára nyíló üzlethelyiséggel. Tehát, hogyha neked van 86 pár mindenféle színű egy adott márkából edzőcipőd, az ugyanolyan, mint amikor a boltos kihozza a raktárból a 36-ost, a 42-est, tehát az egy üzletszerű dolog. Aha. De hogyha neked van egy olyan, amit megvettél, és kicsi, vagy szorít, vagy nem szereted, mégse tetszik, és azt adod el, az nyilvánvalóan nem üzletszerű. Tehát nagyon fontos, hogy azok, akik tényleg most idézőjelben ártatlanok, tehát nem arra mennek, hogy rendszeresen és haszonszerzés céljából, és azért vásárolnak, hogy drágában eladják, azoknak nem kell ezzel foglalkozni. Tehát, hogyha 600 000 forintnál többet nem adnak el egy évben, már pedig azért ez tényleg életszerű, hogy a megunt dolgok nem tesznek ilyen hatalmas mennyiséget, akkor azoknak nem kell ezzel foglalkozni. Tehát nehogy valaki abba a hibába essen, hogy tényleg megunt dolgokat, akár rendszeresen is árul interneten, és elkezdi szegény most visszagörgetni, meg bevallani, meg összeszámolni. Ettől meg. Nem. És a rászászót persze nem szeretem, de hangsúlyozom, ha már rászálunk valakire, nem ezekre az eladókra. Tehát tulajdonképpen, ha egy magánszemély felcsempészi magát az oldalra, és egy komplet bolt hálózat van mögötte, és sose fogy ki az XL-es, nem tudom, piros, nem tudom, ilyen logós fókuszból, és 6000-et ad el. Uh-huh. Így van, és miért legyen ő előnyben ahhoz képest, aki egyébként mondjuk a Váci utcában bérel egy boltot, és ott árusít. Uh-huh. Tehát ugyanazt csinálja, csak ő egy virtuális uh-huh. boltban árul. Ha az átlagember, a kisember valami oknál fogva mégiscsak fölcsúszna 600 ezer föl, 605 ezer forintnál, ti automatikusan elkezditek nézni? Hát... erre nincs kapacitás. Ez így nem logikus, tehát nem kezdjük el mindenkinek a számláján vezetni, hogy ez eladott már 40 forintért, másnap 200 ezerért. Próbavásárlásokat végzünk, ahogy mondtátok, és föltűnik az, hiszen az internetet nem csak emiatt, hanem sok minden más miatt is figyeljük, föltűnik az, hogyha valaki tényleg ordít róla, hogy üzletszerűen árusít. Uh-huh.
És ha én mondjuk sok használt ruhát veszek a valamelyik portálon, és utána a saját boltomban adom el, akkor azt is figyelitek? Tehát, hogy érted a saját boltot virtuálisan? Hát én nagy bevásárló vagyok, igen, és utána igen, és utána bálás ruhákba adom el valahol valamilyen boltban. Akkor az, hát, azt is nézitek? Szerinted? Uh-huh. Igen. Valószínű azt is, mi? Nyilvánvaló, tehát igen. Igen. Egyébként ti adathalászatot végezhettek? Az aukciós portálok szerverein? Anna, bemehet? Vagy csak ha már valaki ellen eljárás van, akkor kérheti ki? Eljárás keretében igen. Tehát amikor egy ellenőrzési eljárás, ne adj Isten, büntető eljárás van, akkor már bárhova. Tehát vizsgálhatunk minden, nyilván a törvényeknek megfelelően, de nincsen korlát gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát, hogy nincs ilyen korlátozás. Jó, hát akkor a 100 darab fakanalammal és a kis bringámmal akkor nem kell félnem. Egyelőre, nem, hogy azt, nem, azt nem, próbálkozzák. Szerintem csináld azt, Balázs, hogy ha van több ilyen piasztér is, 20-at hit, 20-at ott. Így különböző nicknevek. különböző nevekkel próbálják meg felhasítani? Igen. Jó, hát résem vannak, úgyhogy azért figyelnünk kell. Jó, van még valami fontos, amit nem említettünk meg, és meg kell említeni, vagy el akarsz mondani, vagy mindent elmondtunk? Hát, hogyha értitek, hogy mi az üzletszerűség, már pedig a beszélgetés során én abszolút úgy értettem, hogy ez rendben van, akkor én úgy gondolom nincs más, de ha mégis fölmerül valami, hívjatok nyugodtan. Hát, ilyen készséges sajtóreferenst, Andi, komolyan mondom, ritkán hall az ember. Ennyi. Ilyen a nap. Ilyen a nap. Igen, 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 legyen veled kedves a nap, igen. Andi, drága vagy, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Jó munkát nektek. Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Sziasztok. Köszönjük a Szalusanga sajtóreferenssel beszélgetünk. Köszönjük szépen. De milyen kedves. Nagyon aranyos milyen volt. Kisimult, milyen drága, nem? De hát ez a dolguk. Jó, jól csinálja a NAV, hogy ilyen aranyos hangú, kedves, felkészült sajtóreferenseket helyeznek forgalomba. Viszonylag gyors átfutással, vagy úgy értem, nagyon nagy a pörgés. Mert nagyon sokat dolgoznak, elfáradnak, új területen dolgoznak tovább. De egyébként meg, hogy mindenkinek ajánlanánk a figyelmébe, aki foglalkoztat szóvivőt, nem? Igen, hogy, igen. Hogy az a jó, ha a szóvivő rendelkezésre áll, ha tudja, amit kérdezünk tőle, elmondja, és jófejen aranyosan csinálja mindezt. Szerintem tök jó hely is lehetne ez az ország. Igen, helyesek voltak. Na jó. Hozzá akartam szólni, egyébként a témához lesz, de rájöttem, hogy hát, ha nem jöttek még rá mindenre, nem adnék tippeket. hogy lehet? Hát, hogy lehet ezt okosan? Hát de mi, hogy lehet? Én hülye vagyok ezért, nem értékesítek. Csak kérdezem, hogy mi több névvel mész föl, és akkor... Nem, hogy ők hogy szűrhetik ki azokat, akik... Ja, hogy találnak rám, ha én mondjuk egy bolthálózatot üzemeltetek, és konyharuákat adok el mondjuk nagy mennyiségben. A saját kukimat azért mégse csapkodom csalában. Mi van? Valami kis papagáj jelességet forgalmazol? Én imádom ezeket az oldalakat. Nem, én imádom ezeket az oldalakat, és sokszor egyébként, tehát hogy olyanoknál is találok nyilván dolgokat, amikre szükségem van, akik úgymond profik. Ja, hogy üzletszerűen csinálják. Igen. Na hát ennek lesz vége. Mert ti tartjátok el az ilyen embereket. Na jó, van, 7:30 pontosan 2 perccel, Óven bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan, mert ugye játékkal folytatjuk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és néhány helyen szakad a hó, néhány helyen szakad az eső, tehát én teljesen szélsőséges az időjárás, ahol 10 fok van, ahol hó esik. Totálisan megörült az időjárás. Minden esetre ma reggel egy picit kevesebb a közlekedési hírünk, úgyhogy aki lát, hall, tapasztal valamit, az küldje el nekünk nyugodtan. Jó, hogy tudjuk mondani, hogy mi a helyzet az utakon. Sopron belvárosa egyre szebb. Na, tényleg? Aha. Van webkamera, amire rátakadtani ott is? Imádom, hogy itt ülünk egy stúdióban, az Üdő 502-ben Budapesten, és akkor felmegyek az internetre, és megnézem, hogy a Sopron belváros mennyire havas. 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 Az jó. Itt már plusz 10 fok van, és szakad az eső. Na, olyan helyes ez a magyar feltaláló, aki küzd egy ilyen multi ellen, aki ugye sportszereket gyárt, nem? Oroszi László 12 éve pereskedik azért, mert kitalált valamit, amit lenyúlt tőle egy multi. Egy sportszergyártó cég, ugye ez a sávos cipő. Az irányító sávos futballcipő. Irányító sávos futballcipő. 12 éve zajlik a pereskedés egyébként, és most még csak az derült ki, és arról hoztak ítéletet, hogy valójában megtörtént a lopás. De most indul majd csak az a dolog, hogy most a kártérítés indul, hogy akkor mennyit kellene fizetni ugye a magyar feltalálónak.
aki 12 éve pereskedik ezzel a multival. Ő már tavaly nyert egyébként egyszer, de és akkor azt ítélték meg neki, hogy, hogy perenkívül egyezzenek meg ez a perenkívül megígyezés, ez nem történt meg. Gondolom, hogy a cég egyébként fellebbezett a döntés ellen, és akkor ennek a következménye volt ez a mostani. Mert mit kérsz ugye cserébe? Van egy az ötleted ellopásért kérsz egy nagyon kerek, nagyon nagy összeget euróban vagy dollárban, és utána azt mondod, hogy tisztelt cég, aki ezt megcsinálta, az elmúlt 12 évben eladott összes ilyen cipőből kérek egy eurót. Bizony. Bizonyám, persze. Vár el. Mi pénz de még csak ugye most kimondták most jogerősen, hogy ugye a cég az elbitorolta tőle a találmányát, de még azt egyőre nem mondták meg, hogy mennyi, és most indul, még csak 12 év után indul el maga a kártérítés, hogy mennyit kell fizetni. Nagy de állítólag az eredeti cipő, amit ő kitalált, az ugye már gyártási szakaszban volt, és a gyártás leállítása csak kb. 70-80 millió forint, amennyit ő már mínuszban van, tehát őnek majdnem ráment az egzisztenciára, miközben ugye ez a sportszergyártó cég pedig hát nagyon sok pénzt keresett ezzel. És azért csúnya a sztori, ha jól emlékszem, de majd megcáfoltok, hogy nem, hogy ő elindított ezt a gyártást, amit magyar feltalálunk, és elhívta ezt a nagy céget, hogy kedves nagy cég, legyenek kedvesek, jöjjenek el, nézzék mit meg, hogy mi hozzá. Igen. Eljött a nagy cég, hát ez gyöngy. Elvinnénk belőle 6 párat. Igen. Elvittek belőle 6-ot. És utána mondtak, hogy ez bennünket nem érdekel, és egy hét múlva megcsinálták a sajátjukat. Jó, most szó. Nyilván nem egy hét, de te ezt érted? De egyébként konkrétan így történt, ahogy mondtátok, az akkori fejlesztési igazgató látogatott el Magyarországra, megnézték, nagyon tetszett nekik, nagyon helyes, vittek belőle néhány párral, aztán hirtelen megjelentettek. 1995-96 környéken fejlesztette ki a feltaláló ezt a cipőt, aztán olyan 2000-es évek elején kezdte gyártani az Adidas. Mit tart 12 évig? De egyébként úgyis mindegy, mert mindenki tudja, hogy kiről van szó. Mi tart 12 évig egy ilyen? Hát, bemutatom, hogy én ezt ekkor találtam ki, így néz ki. Utánam kijött ez, az így nézi. Összehasonlítjuk, hogy mit lehet ezen 12 évig? Mit döntött? Bizonyíts be, hogy te voltál előbb. Hát de ott eljött hozzám, és elvitt 6 pár cipőt. Hát azért... Van erről papírod? Ne haragudj. Hát de csak nem tagadja le, hogy ott volt nálam, és elvitt 6 pár cipőt. Nem voltál ott? Nem kértem tőle soha 3000 forintot. Nagyon kemény. Ja, csak azért jöttél el hozzám, hogy összehasonlítsd a te cipődet az én cipőmmel, és rájöttél, hogy a tiéd a sokkal jobb. Aha. Ezer ilyen van. Értem. Na jó, de 12 évek, az alatt felnő egy gyerek. Akkor a sportszergyártó cégnek még nem volt ilyen terméke, nem volt mivel összehasonlítani. Hát ez az. Hát ezt mondom, de erre tud hivatkozni a sportszergyártó cég, hogy nekem is volt egy ilyen, csak összehasonlítjuk, igen. Bocsánat, fejlesztési szakaszban voltunk, sőt a fejlesztési szakasz legvégén tartottunk, de ugye megértik, hogy mi ezt 95-ben még nem publikáltuk, hiszen még nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Igen, csak éppen a feltalálónak már akkor ugye le volt védve ez a bizonyos eljárás, ez a bizonyos metódus. És hát, hogyha a két cipőt egymás mellé teszed, ugye sportszergyártó cég esetében ez két konkrét modellt jelent, akkor nem lehet nem észrevenni, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz, hogy maga az hát ötlet mennyire... Hát ez az oldal bordázott ilyen. Igen, az orrrészen vannak ilyen bordák. Vajon hány ilyen találmány van, amit így lenyúlnak, nem? Tehát amit megszületik mondjuk egy magyar ember fejében, és aztán valaki valahol ezt valamikor megcsinálja, és brutálisan milliárdos lesz belőle. Igen. Volt egy-két ilyen ügy. Nekem ez az egész történet egyébként arról szól, hogy itt végre a kisember győz. Igen. Tehát... Volt az a srác, aki az üvegbeton találta ki, arra emlékeztek, azt is lenyúlták tőle, és akkor ott is ami nagy pereskedés volt, annak nem tudom, mi lett a végé, ugye kitalálta, hogy az üvegbeton, egy olyan beton, ami valahogy tartja a hőt, átengedi, megfogja, átlátszó, de közben betonból átlátszó, készül, és igen. Azt is lenyúlták tőle, és akkor bebizonyosodott ott is, hogy tulajdonképpen igaza volt ez az ő találmánya, de azt is valaki kivitte külföldre, és megpróbálták tőle lenyúlni. Csak ez is hasonló eset volt. Ott nem tudom, hogy annak a cégnek származott belőle profitja, de hogy a sportszergyártó cégnek nagyon komoly profitja származott, ebből az egészen biztos. És presztízs is egy kicsit, ha belegondolsz. Tehát ha van egy olyan találmányod, amit a világ legjobb focistái is használnak, amiből valaki nagyon sok... És tudod, vagy csak adják ki az amatőr sportba. Tök mindegy, igen, de hogy ezt te találtad föl a világban, és ezt mindenki ehhez a sportszermárkához kötni, nem hozzád a feltalálóhoz. Nekem van egy találmányom, amivel én milliárdos leszek szerintem. Tőlem a Facebookon nyúlták le. Nekem tényleg van egy találmányom. Tényleg van? Van. Főleg van. Rájöttem valamire. De akkor ne mondd el, mert legyújják. De ha várjál, most de nem, pont az a lényeg, hogy ezt most bemondom. És igazolható módon ott lesz egy dátum, hogy 2014 február. Én ezt bemondtam a rádió, hogy ez az én találmányom. De nem védetted le? Hát most gyorsan levédettem. Jó. Most valaki berohan a szabadalmi hivatal, vagy gyorsan is levédeti? Igen. Simán lehet. Ah, nem. Elmondja, mi az? Ne, inkább jöjjön helyette egy Avicii. Kitaláltam azt, hogy most kicsit izgulok, hogy mit fogtok szólni a találmányhoz. Ez egy nagy pillanat. Hát most elmondok egy olyat, amivel hogy más teszek milliárdos.
ahelyett, hogy rá tudnék ülni a saját számra. Hogy vannak az autók. Vannak. Nagy ötlet. De hogy mi? Tehát ott... Tehát ott vannak... Basszus, ne arra, hogy adok kicsit rosszul érzem magam, melyek lebédetem. Vannak az autók. Tehát ott vannak az autók. Igen, hol? Az utakon. Ja, ott az utakon. Hát most képzeld, csukva a szemben. Igen, ott vannak az autók az utakon. Igen, megvan. Tudod, mit csinálnak ezek az autók? Mennek. Mennek. Így van. Keléken mennek, gumin, aszfalton. Igen. Aszfalton haladnak. Gumi, aszfalt? Nem, a gumi halad az aszfalton. Igen. Értem. Jó, oké. Okay. Milyen energia van az aszfalton? Milyen energia van az aszfalton? Milyen energia van az aszfalton? Tapadási. Tapadási, súrlódási. Az is. Nem kevés. Nem kevés nem az kevés. A fajta energia, amit egyébként az autók a súrlódással megtermelnek. Azt a mindenit, de jó ötlet! Mondom a következőt. Kitaláltam egy olyan anyagot, ami még ugye nincs kész, de alapjávéve kitalálható lenne, össze kéne állni fizikussal, kémikussal, amivel te bevonod az aszfaltot, de ezt most tök komolyan mondom, bevonod az aszfaltot mondjuk egy 10 kilométeres szakaszon. Igen. És az a fajta felületi súrlódási energia, amivel forognak a kerekek, igen, azt az anyag, azt önmagába tartja. És úgy termelünk villamos energiát, aha, hogy az anyag a betonon a súrlódás következtében energiát termel. Nem aszfalt? Hát most nem, az aszfaltot be kell vonni valamivel. De a betont mondtál most. Hagyjál már, most mindent. Jó, csak hát pontosítanom kell, már még fél óra múlva már el akarom védetni. Veszünk 100 liter ilyen festéket, vagy valamilyen anyagot. Ami kitalálható. Igen. De bevonjuk vele az autópályát, igen, és az autópálya önmagában nem csinál mást, mint hogy a használattal egyébként energiát termel, amit visszavezetünk aztán, nem tudom, különböző városokba, falba, valahova. Ugyanis brutális az a súrlódási energia, ami ott keletkezik azáltal, hogy az autók ugye mennek a betonon. Hát, vagy például nyomják az aszfaltot, érted? Abból is lehet energia. De abból sokkal nehezebben tudsz. Ha ezt a nanotechnológiát... Most persze, most már jössz a farvizembe. Jó, ez nagyon gyenge, most már ráúszál a farvizemre. Ez a nanotechnológiát tudsz bármi. Nanotechnológiát tudsz, de szépen bevonod az aszfaltot, jönnek az autók, elkezdődik a súrlódás, és valahogy energiát nyersz vele vissza. Ezt senki nem csinálta meg. Beszarás. Aha. Beszarás, jó vagyok, nem? Tudod, mit akarok mondani? Hogy de hogyha mondjuk a hagyományos eljárással készült autópálya olyan lassan készül, mint most Magyarországon, milyen sokáig fog készülni egy ilyen? Hát itt már csak az anyagot kell kitalálni, hogy mi aha, az, ami magába tudja tartani. Ja, csak azt. Hát most vannak hiányosságok. Jó, hát most miért kell mindenbe beleköznöd? Akár is csomót keres. Tényleg mindenbe beleköz. Ezáltal, ha megvan ez az anyag, ami igen, tárolja ezt az energiát, azt valahogy visszavezetett. Maga már a vívő dolog, az megvan, ugye, hát ott vannak ezek a szélmalmok, azok is valahogy energiát csak leviszik. A szélmalmok. De most érted, hát azok is összegyűjtik valahogy az energiát, és trafóba átkonvertálják. Hát az viszonylag egyszerűen magyarázható, hogy ott van egy mozgási energia. Na de hát a súrlódásnál is van egy nagyon komoly felületi energia. Most megint. Azért akar elbizonytalanítani egyébként, hogy lefűzzél a dologról, hogy ne higgyél a felelőtt, és aztán... Lebeszéljük, aztán megcsináljuk, jó? Király vagy, Jani, na, tudtam, hogy érzed. Figyelj! Ugye, hogy... Most a szélmalmokkal egy picit bezavartál, mert odáig tudtam követni. Ennyi. Gyerekek, nem tudom tovább fűzni egyelőre, mert itt meghaladja a képességeimet. Tulajdonképpen erről szól az én találmányom. De levédetem, senki ne álmodozzon arról, hogy ebből milliárdos lesz, mert ebből valaki milliárdos lesz, azért leszek. Nektek van találmányatok? Tudtok utánam jönni? Hát én például arra, most, hogy bedobta ezt a szélmalmos dolgot, vannak ezek a szélmalmok, amik ugye az országút szélén állnak, és akkor elektromos energiát termelnek. Aha. Lehetne pluszba például mozgási energiát is termelni azzal, hogyha az alsó pontján belekapaszkodok a lapátba, és a felső pontján elengedem. És viszonylag húzniszerű kilövéssel. Igen, viszonylag nagy távolságokat tudnék vele áthidalni. Tehát gyorsabban odaérnék a Szántóföld másik végére, ahol áll. Szélmalomra, mint Tarzan. No. Most jönnek az olyan SMS-ök, akik ezt már Dél-Koreában használják, meg 30 éve ezen a technológián dolgoznak. Ki dolgozik ezen? Hol van ez dokumentálva? Ki talált ezt? Ki? Mi? Fáj. De mondjuk elképzelték két percet, hogy ellopták. Hihetetlenek ezek a japok. 30 éves múltja van kint. Hihetetlenek ezek a japok, hogy úgy nyúlják le, hogy azt hazudják, behamisítják a 30 éves múltat. Mutassatok egy olyan helyet, ahol ez létezik. Nincs ilyen. Most azt lehet mondani, hogy mi már ezen kísérletezünk. Persze, nyilván. Sokan kísérletezhetnek. Találtál lomtanításkor egy 82-es Interpress magazin valahol? Na jó, majd ha megjövök a Bugatti Veyronommal, és azt mondom, hogy gyerekek,
Az M7-es már termeli az energiát Bari házába, meg nem tudom, akkor gyerekek, gyerekek, az a találmány nem jött be, de az RTL még mindig jó. A találmányomat leúzták a kukába, de gyere azért nézd meg az új automat, hallod? Beszarás, jól néz ki. Nézd mi a vigasztaló magam? Nézd, elhasonlították a találmányon. Nézd mi a fájdalom díjam? Ez az autó, ami nem termel energiát. Na jó. De nem rossz. Nem rossz. Figyelj, hát azért járatom az agyamat. Hát járatom az agyamat. Hát senkinek gondolja, hogy nem használom ezt ki. Jó. Óven bácsi, Beru néni, sokan jelentkeztek játékra, Anna már is kiválasztott valakit, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Azt írja való, Bakker Balú, ez az én ötletem, ebből pör lesz. Nagyon durva. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello Zoli, jó reggel. Szia Zoli. Sziasztok. Hello Zoli. Hello Zoli. Olyan szótlan vagy. Szia. Zoli, honnan hívsz minket? Kaposvárról. Kaposvár? Mit csinálsz ott? Hát jelenleg el vagyok. Aha. És a fizetek értem, hogy minden oké. Okay. Csak úgy nem, van. Csak szabadúszó vagy. Vagyok. Tényleg? Éppen nincs munkád. Mi volt az utolsó, amit csináltál? Egy ilyen elektronikai alkatrészboltban voltam. Eladó. Megszűnt vagy? Becsődölt? Mi történt? Nem, csak hát nem tudtunk annyit kitermelni, hogy... Hogy kitermeljenek téged is. Igen. És akkor most munkát keresel? Igen. Milyen végzettséggel vagy? Mi lenne a jó? Hát, ha valaki ír, mit tudok segíteni Zolinak? Hát, elég sok végzettségem van végül is. Sorolj egy hármat. Hármat? Hát, mi lenne jó, vagy mi érdekelne, igen, vagy... Csak ne kapkodj, az a lényeg, hogy ne rohanj, idegeskedjél, vagy felmenjen a vérnyomásod, vagy megszédüljél egy kicsit a lancsebességtől, tehát ne siess. Jó, hát én, nekem most végül is bármi jöhet. Egy elég széles spektrum, Zoli, jó? Okay, a kozmetikusan kívül. Zoli, gondolj bele, hogy ezt most, hallgatják emberek, akik lehet, hogy tudnának munkát adni, de hát ezzel a habitussal és hozzáállással, hát ki vesz föl? Hát tudják, hogy mindenre bevő vagyok. Aha. Na jó. Hát ez így nehéz. De Zolikám, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj, jó? Rendben. Hallgass meg. A találmány azok most lopják el. A rohadékok már írnak. Már küldik az ötletet. Mutatjuk, mit érek el. Figyelj, Zoli. Na, hát ez... Könnyűnek tűnik, de mégsem. Most elsőre én sem tudom rámondani. Olyan, mint Zoli, nem friss. Mondja, Zoli. Hát azt tudom, hogy a végén azt mondják, hogy szerelem. Csak azért is szerelem, hogy van. Csak ez a dal, nem? Nagy baj. A csak azért is szerelem. Döbbenet, hogy ez tetszett embereknek, hogy volt olyan korszak, amikor ez jó volt, ez egy hihetetlen, nem? Hallgass! Az északi sarkig is elszűnhet, elér bárhol, ha csak azért is szerelem. Elképesztő, na, hogy erre tízezrek ráztak, nem? A ide vonatkozó idézetek, ha csak Gugu is vérzik a poszteren, ha emlékeztek. Ez ugye az, és az világhírű volt. Zoli, ügyes vagy, jó volt, ezt egészen gyorsan rámondtad, úgyhogy megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ma egyébként mi a terv, hogy így szabadúszó vagy, mit csinálsz? Egy séta a parkban, lemész? Csak kérdezem, hogy ilyenkor mit csinál az ember? Én hogy... a Kaposvár belvárosa gyönyörű. Elmész, megveszed a napi Express-t, belolvasod, hogy milyen munkahirdetések vannak, álláshirdetések, mit csinálsz, hogy hogy te? Hát igen, így álláshirdetést nézek, meg hát olaszul tanulok. Na, az jó, olaszul. Jól van, Zoli, kitartás neked, reméljük, hogy találsz munkát, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao, hello. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Persze, most jönnek az SMS-ek, hogy a Porsche fejlesztette, de nem tudják tárolni az energiát. Még jönnek ilyenek, de... Hogyan? Bohócok. Figyelj, ennyi, meg hogyha találtok valami olyasmit, ami mondjuk hasonlít egy picit Balázs ötletére, akkor azt mutatja, hogy jó úton jár. Tehát, hogy ért, tényleg vág az anya. Higgyük el neki, hogy nem olvasott elő soha sehol. Tíz éves megcsinálom. Egyébként utána néztem a Manó technológiának, amiről beszéltél, és egyébként a Mikulás is használja ezt csomagolásnál. Igen? Igen, a nanotechnológia. A nanotechnológia. Na jó, van, egy perc, pontosan 8 óra. Jönnek a
Mik jönnek? A hírek jönnek. Hírek jönnek, utána itt vagyunk mi is. 8 óra 14 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello drága hallgatók, itt vagyunk, hol eső esik, valami jön az égből, nem tudjuk mindig, hogy milyen halmaz állapotban. De minden esetre bezavar a közlekedésben. M3-as 185-ös kilométernél ennek ellenére mérnek méghozzá Pest felé haladókat, úgyhogy mindenki menjen lassan. Bocskai kert és Debrecen között az új elkerülőn kettő darab trafi is van, plusz kint van a NAV is. M3-as bevezetőnek a vége dugul pici, de jól járható, Selkút, BVSC kb. 8 perc, üzente nekünk Peti. Laki Adolf utcában áll a forgalom, mert egy tartálykocsi áll keresztben. Mindenki figyeljen, üzente Kriszta. Pusztaszabolcs-Velence összekötő úton teljes útzár, mentő helikopter, ezt Judy küldte nekünk. Tököli a Róna utcától befelé áll, üzente Norbi, és a 10-es út Solymártól szokás szerint undorító, a buszon hatalmas nyomorgáson állunk, mint a heringek, ez még 7 óra után jött, és Müller küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, nézzük, mindenki erről a zsiráf szeletelésről beszél, erről már beszéltünk mi is kora reggel, mindenki sokkolt a hír. Zsiráf szeletelés, ez van mindenhol, nem? Mindenki erről beszél. Miért vágták, hogy vágták föl gyerekek, miért nézik, miért, nem nézik? Miért le belőle egy ilyen látványosság gyerekeknek, felnőtteknek? Igen. Miért nem adták oda, hogyha jelentkeztek ért, az egész egyébként hatalmas felháborodást keltett mindenki. Csepeli út áll befelé, itt nem sok áramot termelnél, Balázs. Ott meg a nyomási energiával. Bizonyán. Tovább lehet ezt fejleszteni, igen. Mi ketten nagyon jó páros lenné. Én gondolkodnék, te csak az arcodat adnád. Ez az autópályás téma, tudnék finomítani egy kicsit. Neked 30, nekem 70. Ez abszolút megéri. Nagyon tetszik Balázs ötlete, ha valahogy tovább lehetne fejleszteni, úgyhogy óvszerre is alkalmazható legyen, akkor én biztosan csak ezt használnám itthon. Legalább nem unatkoznék, miközben az asszony a barátok között néz. Hát igen, csak ott nem előny a nagyfokú súrlódás. Igen, de mindenből ott lehet. Az ellenkezője. Mindenből lehet energiát nyerni. Igen. Gyerekek, Modoron a négyesen papucsos kiállt és készülődik, ezt pedig Vécs és Peti küldte nekünk. Na, egy videó megosztó portálon most nagyon népszerű, egy lánynak a videója, aki föltöltötte az élete, hát reméljük nem az élete, de a munkahelyén, azon a munkahelyén az utolsó munkanapot, mert hogy a legelső munkanapnál talán csak a legutolsó munkanap tud emlékezetesebb lenni, és egyre többen törekednek arra, ez egyfajta divat hullám, hogy emlékezetesé tegyék az utolsó munkanapot, beszéljenek a főnöknek, méltó módon búcsúzzanak a kollégáktól. Ennek a kislánynak egyébként pillanatok alatt 17 millióan nézték már meg a videóját, amivel ő megörökítette az utolsó munkanapot. De jó. Ha. Igen. Csinált egy dalt, és elénekelte, hogy milyen volt ezen a munkáján dolgozni, fölmászik az asztalra, ott táncol egy kicsit, bemegy egy ilyen hangstúdiószerű valamiben, ott énekel egy kicsit, és közben mindenkit arra buzdít, hogy csináljon saját videót, illetve elénekli a saját utolsó napját, vagy megénekli a saját utolsó napját, és kicsit hát kipakol a cégről. Tehát csúnyákat mond, elmondja? Igen, elmondja, aha, hogy milyen cégnek dolgozik, hogy milyen videók készítésével foglalkozik ez a cég, hogy az egész életét a munkára áldozta, de a főnökét csak a számok érdeklik, és hogy milyen gyorsan ír, és ezzel milyen nézettséget ér el, és ezért csinált egy videót, kvázi ez egy ilyen kicsit ilyen arconcsapás, mert hogy egy hírvideóval nem biztos, hogy ennyit elérnek, viszont ezt 17 millióan azonnal megnézték. És valószínűleg már van is munkája. Igen. És imádják a kisait az interneten. Igen, valószínű már munkát is talált magának, úgyhogy így ilyen stílusosan búcsúzott el. És kérdezem én, vagy az utolsó napos bosszúállás, ez létezik? Vagy sokan csinálhatják, hogy az utolsó napodat töltöd, fölmondtak, kirúgtak, de még be kell jönnöd, vagy Magyarországon ez a reggel behívunk, fölmondunk, szedd össze a cuccod, és már nem is kell dolgoznod című történet van inkább. Melyik megy? Hát szerintem inkább az utóbbi működik, pont azért, mert hogyha esetleg nem olyan hangulatba váltunk el egymástól, hogy ne legyen annak következménye. Nehogy még tudj küldeni körülmélt az ügyfeleknek. A munkavállaló részéről. Igen, ezek a szemetek kirúgtak, persze. Hát akkor Amerikában korrektebbek, hogy ott azt mondják, hogy ma van az utolsó napod, te még az bejössz, ledolgozhatod, és aztán vége. Hát sok helyen azért, ahol van mondjuk egy 30 napos felmondás, ott azért te bemehetsz. Nyilván, ahol az nagyon jó. Tudsz ártani, ott oda már nem engednek. De ez az azonnali hatállyal, hát az nagyon kemény. Amikor az olyan, hogy már nem tudsz belépni. Kártya már nem működik, még valahogy átverekedett magad a portán. A belépési kódod a számítógépedhez már nem jó. Fú. És az biztos, hogy megalázom, persze. Mi vajon tudnánk, hogy az utolsó napunkra jövünk? Valószínűleg nem. Ugye? Tehát itt azért akkor egy ilyen viszonylag hangos mészárlás lenne, ha úgy ülnénk be az adásra, hogy tudnánk, hogy ez az utolsó adás. Na ide figyeljetek!
nem mondjuk lejár a szerződésünk, nem hosszabbított a klassz, hogy azt mondta, hogy srácok, nem kelletek. Tehát valószínűleg nem úgy zajlana, hogy még kapnánk megszólalási lehetőséget. Nem? Vagy gondolom én, hogy nem így lenne vége, mert tudjuk, hogy mikor jár le a szerződés, de nem akkor... hiszem, hogy mikrofon mögé engednének még egy napra, ahol... Akartam kérdezni, hogy ez a felkészítés időszak? Jobb, ha kezdtek hozzá szokni. Tehát mi valószínűleg nem tudnánk beülni. Hát, nem? Nagyon élveznéd. Élveznéd? Mi ellen az utolsó? Nem? Pazar. Ott nem gondolkodna, hogy mit mond, vagy mit nem. Nyilván az ember, hogy bizonyos szinten disztingvált, tehát, hogy visszafogott önmagához képest is, nem mond ki mindent, nem úgy mondja ki, hát ki nem vál, ott kezdődik, hogy ki nem venné észre, hogy már nem tud bejönni, egyedül a Balázs, mert őt ugye mindig az őrbe engedi, vagy van már kártyád? Nem, egy hát sose volt. Ez az, hogy egyébként ő nem venné észre, hogy nem venné észre bejönni reggelenként. Azt mondja, hogy nem vagytok itt. Érted. Bali kirúgtak, erre szórakozottam. Átbújik ki, átugrik ott, érted? Mind nehéz kezdve. Ezért mondom. Életemben nem volt még sehova beengedő kártyám, bemegyek. Vagy ha voltak, addig volt, amíg odaadták, te meg letetted valahol, ott is maradt. Aláírtam az átvettem nyilatkozatot, és abban pillanatban a belépőkártya elkerült tőlem. De én vagyok mindig, aki kapu alatt mászik, kapu fölött, átmegy fenékkel, négykézláb, foszbőrivel átugrik, tehát valahogy mindig bejutok. Szegény biztonsági őrök, igen. Nem, én lennék az, aki észrevenném rögtön, mert én mindig mindent és aláírok, hány óra, kilépés, belépés, aláírás, kártya nyakbalog, akkurátosan mindig. Tehát, hogy nagyon sok helyen van, akit úgy rúgnak ki, például én tudom, hogy az NTV-nél voltak olyan kirúgások, hogy valakinek összeszedték a csomagját. Összeszedték előre a fakját, kiürítették, összeszedték a csomagját, és lerakták egy ilyen nagy dobozba az íróasztalára. Bement megkérdezni, hogy ez mi akasztnak, hogy hát azt, hogy ő hagyta ott. Hát össze se pakolt. Emlékeznék rá, ha én pakoltam volna. Összepakolták, és egy nap múlva konkrétan kirúgták. Tehát, hogy azért ennek vannak bevett szokásai Magyarországon, hogy kit milyen módon lehet megalázni. Nézzük meg, hogy hallgatóink hogy búcsúznak, jó? Írjon valaki, aki emlékezetessé tette az utolsó napját. Hogy tudod emlékezetessé tenni? Például a körlevél, azért ez egy bevett dolog, nem? Hogy mindenkit fölteszel a levelezési címre, és írsz egy körlevelet például, nem? De hogy szépet írsz, köszönöm. Nem, hát ott elmondod. Igen, kiöntöd a lelkedet. Aha. Igen, és írsz egy szép körlevelet, ahol azért elmondod, hogy kikivel, miért, egyébként a jót szó, egyébként... Tehát hogy ott szépen... leírod, hogy mi történik egy munkahelyen. Van olyan is, aki így egy kicsit ilyen rongálásba hajlóan, tehát akkor még ezt tönkreteszem. Ah, ja, igen, még nyomok egy formát. Biztos, hogy van ilyen. Aki... vagy még összeszedem az iratkapcsokat, mert az ma jó lesz otthonra. Egyébként tényleg. Ugye? Feltöltök valami jó kis vírust a számítógépemre. Aha. Búcsúzó. Igen, igen. Egy hát kis trójai. Volt már utolsó napunk egyébként, ha belegondoltok, és akkor még nem tudtuk nagyon, hogy mi lesz. A rádió. Ugye? De nem akartuk tönkretenni a pultot. Igen, vagy, de az vagy... más volt, mert ott megszűnt az egész igen. rádió. Tehát, hogy igen, nem kirúgtak, ott nem ment tovább. Igen. Ott kihúzták aha. a rádiót a lábunk alól. Igen, ha jól megszűnt a rádió. Aznap volt az egyetlen olyan, amikor beengedtél adásba Death Metalt. Hát akkor már minden volt. Ez olyan rossz, ez az utolsó nap számára. Igen. De akkor vittél haza valamit? Volt ilyen, hogy megláttál három töltőtollat, és azt mondtad, hogy hát már úgyis bedőlt a cím. Most a hétköznapokról beszélünk, vagy az utolsó munkára? az utolsó munkára. Akkor nem töltőtollat, visz számítógépet. Mint amit berogytál a hűtő el, és azt mondtad, hogy jó, akkor vigyünk bármit, vagy az üdítő automatából valamit. Nálunk nem volt anarchia, amikor a dan megszűnt, nem? Nem. Szépen csendben mindenki gyászol a búcsúzott. És egészen sokáig ott volt a technika, tehát nem mentek ki laptoppal, meg monitorokkal, meg mindenki a hóna alatt. Tehát ez nem volt. Mindenki. Ez nem volt. Mi lett a cucca? Nektek volt utolsó munkanapotok, amikor tudtátok, hogy kirúgnak? Tehát, vagy hogy vége van? Vagyis az utolsó? Kirúgással akár? Tök érdekes, hogy én mindig, tehát hogy nem jutottam el odáig soha, hogy kirúgjanak. Ha mindig volt valami más lehetőség, ott megköszöntem, felálltam, mentem. Szabad ne feled! Kilépek! Igen, igen. Jön be Rákóczi! Feri, csak azt akart volna, nem! Hagyjuk ezt! Most én beszélek! Elegem van ebben! Te mindig jó érzékel előzted meg őket, és léptél ki, amikor igen, már érezted, volt, hogy... Nem érem, mindig volt a megelőző más. Csapás. Igen. Csak gyorsan. De jó. Valahogy nekem nem. Téged se rúgtak ki sehonnan. Volt? Nem. Hát ez... bármikor megtörtént, de nem, egyelőre ja. Nem tudtam olyan nagyon nagy hibát elkövetni. Hát, ugye már sokszor beszéltünk róla, hogy az E plusz A költöztetés. Költöztetés az olyan, hogy nem hívnak. Tehát, hogy miért nem rúgnak ki, csak hogy mit tudom, miért érted az része, hogy nem csörög a telefon. Nincs érted, nem szólnak. De olyan igazi, így hát, megszűntek a munkahelyek. Tehát, hogy olyan volt. Az szörnyű volt egyébként, amikor tudtad, hogy azért kell bejönnöd egyébként utoljára pénteken, mert onnantól kezdve akkor vége.
Hány olyan hely van, ahol azért tudsz ártani, ahol olyan információ birtokában vagy, ahol leszedsz a gépről valamit, és elküldöd a konkurenciának, ahol különböző listákat, ügyfél neveket, bármit adsz át, nem? Nagyon sokan. Tehát effektív azért egy utolsó munkanapra beengedni valakit, az ugyanakkor veszélye. Bátorság is lehet, nem? És minél magasabb pozícióban vagy, ugye annál több dologra látsz rá, tehát valószínűleg ezért szokott az lenni, hogy hogy a nagy vezetőket ilyen gyorsan nagy végkielégítés, jó napot kell, köszönjük szépen, nem kell jönni többet, ugye? Mert hát ő tudja a legtöbb infót. Most képzelj el egy rendszer. A nagy végkielégítés az gyakorlatilag biztosíték arra, hogy ő utána ezekkel az információkkal nem él vissza. Igen. Nem tereget ilyen nyilvánosságnak, nem adját a konkurenciának. Illetve ha tudod, hogy az utolsó napod van, akkor elkezdesz tényleg bizonyítékokat gyűjteni, lemásolni, fénymásolni, kicsempészni, pendrive-ra menteni. Tehát elindul egy ilyen, ugye, hogy bizonyos információk a birtokodban vannak, hát azokat szépen megpróbálod legyűjteni. De abban gondolom nincsen vita, hogy a legemlékezetesebb utolsó munkanapja az a kamikazéknek van. Hát azt gondolom. Igen, csak az emlékezés rövid ideig tart. Igen, viszonylag nosztalgikus élményeik nem nagyon lesznek az utolsó napról, minden esetre eseménydúsa, mondhatni az utolsó napról. De például egy esztergályos mit tud csinálni az utolsó napján, hogy még fusiba legyártok valami vezérműtengelyt magamnak otthonra? Igen, még háromszáz se lejtett, tudom. Vagy érted? Tehát, hogy nyilván az minél magasabb beosztásban vagy, annál nagyobbat tudsz ártani. Hát apró részletekben haza tudod csempészni. Hát nem? Egy nap alatt már hova? Nem. Magát az esztergom gépen. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember ilyenkor tényleg ne legyen megsértve, de elegánsan kell elbúcsúzni, legfeljebb a parkolóban néhány autónak a kerekét kiszúrva, érted? Tehát, hogy de azzal elérsz valamit? Vagy az jó? Szerintem egyébként. Szerinted az jó. Kirúgott a fölött és kiszúrod a kerekét, az még egy lelki elégtétel? Ja, ha ő rohadék volt, akkor miért ne? Tehát, hogy persze ilyen pitjelenek, meg nyomorultnak tűnik, de azért tudod. Tehát, hogy de rohadék volt egyébként a főnök, ha megalapozottan. Ha megalapozottan az van, hogy te tényleg nem. De a kirúgás sose érzed megalapozottnak, szóval azért nagyon nincs, tehát nem sikkasztottál, vagy nem csaltál el, azért az ember az mindig úgy érzi, hogy vagy jobb jön a helyedre, vagy nem figyeltek arra, és nem vették észre a képességeidet. Tehát általában azért ott sérül az ember méltósága egy kirúgásnál, még ha mindent jól csináltál, és nem vagy hibás. Azért az akkor is megalázom, nem tudom, mikor behívnak, és azt mondja, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. Ilyen és ilyen indokok miatt, mindegy, hogy mit mondanak. Hát ez szörnyű. Igen, de nem? Vannak ilyen egyértelmű szituációk, amikor tudod, hogy valakinek a valaki jön a helyedre, és hogy egyszerűen csak annak kellett a hely, mondjuk. Hát akkor és azért mész a levesbe. Tudod, akkor én akkor nem csak szúrnék, karcolnék is kocsival. Kik tudnak kiszúrni a legjobban? Tehát a legjobban. Mely munkáknál lehet a legjobban kiszúrni? Tehát, ahol sok a számítógép ott a rendszer. Ahol sok a számítógép ott, igen. Aki kétkezi munkából él, vagy csinál valamit, nagyon szakács például. Csak ott mondjuk nem a főnököddel szúrsz ki. Igen, nem? A vendéggel. Ott a vendéggel. Ott a vendég itt meg a levét, aki rúgják a szakácsot. Mit hívunk, az egy lefőherc? Az egy csúnya dolog, igen. Például. Igen. Aki csapásmérő fegyvereknek az indító gombjaira felügyelnek. Igen. Hát még szakásnál a készletezést el, tehát ha ki akar szúrni a főnökkel, a vezetőséggel készletezést elszúrod, másnap reggelre nincs semmi, minden kifogyott, és nem rendeltél utána. Akkor igen. Ugye a főnöknek az éttermével szúrsz ki. Meg elveszíted a kulcsomot. Igen. Na, nagyon SMS-ek. Nagyon jó SMS-ek jönnek már így bosszútól ittasan mondhatni, mert hogy tényleg elég sokan állnak bosszút a kirúgás miatt. Barkács áruház szaniter osztályán összetörte az árukészlet nagy részét az elküldött eladó. Azért ott tudsz rombolni. Csaba. Pali vagyok, régebbi munkahelyemen a kutassác utolsó napján éjszakás műszakban megjelentek a haverjai kvadokkal. Konkrétan lerombolták a benzinkút. Volt baj, írja egy hallgató. De még a praktikában dolgozol és szétvered egy baseball ütővel a mosdókat, ott azért van egyfajta lelki trauma, nem? Várjál, de ott az a baj, hogy annak ugye van egy vonzata is később, tehát hogy ezért téged simán elcsíphetnek. Ott vannak a kamerafelvételek. Igen. Kollégák látták, azt ennyi. Nehézzük. Akkor már tök mindegy, hogy alkalmazott vagy volt alkalmazott, azért fizetned kell. Igen. Én a főnök fiát fogtam meg, hogy lop a cégtől. Engem rúgtak, írja egy hallgató. Micsoda, előző munkájában pékárút szállítottam, megpakoltam, majd az első lepakolónál autó lezár, kulcs a tankba, taxival haza. Korrekt. Az nagyon de korrekt, csak igen. Volt egy pótkulcs, hát most azért is elmentek. Igen. Egy fürdőszobaboltból kirúgott a tulaj. Lelkiismeretességnek vettem, mikor bementem lezárni a vevőimet. Nagyon sok termékhez odaértem, hogy fizetve. Igen, várjuk. Máig nem érti, miért voltam jó fej, írja Brigi. Tehát itt csináltál egy picikárt tulajdonképpen? Máig nem érti, igen.
Én már tudtam, hogy ki fognak rúgni, írja egy hallgató. Az utolsó vezetői értekezeten beszámoltam arról, hogy hova és kivel jár rúgni a főnök. Na, ez is kínusos dolog. Na, elegáns bosszú. Ott ülsz a vezetői értekezleten, kapsz egy füles, hogy ki fognak rúgni, szót kérsz, és elmondod. Katika, jöjjön csak be! Jó, ha tudják, hogy. Ott tulajdonképpen már nincs mit vesztened. Igen, valószínű, hogy sokan működnek így, de nézzük meg akkor jó, hogy ki hogy állt bosszút, kinek milyen volt az utolsó munkanapja. Sajnos leginkább egyébként hazánkra azért az jellemző, hogy sok ember válik meg a munkájától, meg sokan vannak már túl életük egy-két nagy kirúgásán. Mivel telt az utolsó munkanap? Belerondítottak-e a főnök életében? Hogy rondítottak bele? Mit csináltak? Édes volt-e a bosszú? Ha édes volt, akkor igen, milyen bosszú volt? Ki mit csinált az utolsó napján? Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva, Kakasdon kint a mérleg, kamionok vigyázzanak. Tyutyi küldte ezt nekünk, úgyhogy ott mindenki figyeljen, és most állt be a Yard, az M0-ás Dunakeszi lehajtójához mérni. Úgyhogy ott is mindenki figyelje a sebességet. Mi pedig ugye az utolsó munkahelyen eltöltött napokról beszélgettünk, egy amerikai lány feltöltött egy videót. Az internetet 17 millióan nézték már meg, a videó pedig arról szól, hogy a főnöke mekkora szemét kirúgta, de ő ezzel a videóval sokkal nézettebb videót csinál, mint amit a főnöke valaha el tud majd érni ezzel a videós portállal, amit egyébként üzemeltetett, és igaza lett, mert ugye a kirúgásából ugye 17 millióan nézték meg, ilyen nézettséget egyetlen egy anyag sem tudott annál a cégnél produkálni. És jönnek érdekes SMS-ek, ki hogy állt bosszút a munkahelye utolsó napján, ki hogyan tudta meg, hogy felmondtak neki, és mit csinált. Gyerekek, egy csuklom. Mit nem csinált? Vá! Elmúlt. Az hatásos, vagy ez egy legenda? Hülyeség, igen. Az is, hogy fejjel lefelézod a vizet. Igen. Na, itt van velünk Zoli. Zoli? Tessék? Azaz Norbi. Ezt mondtam. Norbi. Is Norbi. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Nem láttam Anna utolsó bejegyzését. Norbi, hello. Sziasztok. Na, téged hogy rúgtak ki, vagy mit csináltál? Mi volt a bosszú az utolsó napon? Hát én felmondtam, kaptam egy hónapos felmondási időt, de a főnököm mondta, hogy maradjak, emel fizetés, de nem volt túlságosan jó fejem, mondtam, hogy nem, lelépek. Erre 2 nap múlva kirúgott, és nálam volt egy kis teherautója, amilyen céges kocsi jelleggel használtam, és akkor mentem be hozzá az irodába, láttam, hogy 40-es táldánál mérnek a rendőrök, és egy jó 80-90-re elmentem előttük, de vagy 8-szor. Tehát szerintem tiszta hülyének nézhettek, mert egy elég föltűnő, egy kék dukátó volt, ilyen 7 személy plusz patós, és ami kifélt a csőn, elmentem előttük, következő kis utca 2-szer, jobbra 3-szer, jobbra, utána megint. Úristen. És így gyorsultam nekik egy párat. Figyelj, és joggal rúgott ki, vagy volt okod? Mert ugye egy jogos kirúgás után ezt csinálni rohadt, és hát nyilván volt oka, akkor... Nem, én mondtam fel. Ja, te mondtál föl? Én mondtam fel, mert ilyen építőipari cég volt, és mocskoskodott az embert, hogy nem fizetett ki ezt, attól nem dolgozok veled, mert engem is megölnek előbb-utóbb. És akkor ő mondta, hogy nem, maradj, több pénzt kapsz, minden, és akkor mondta neki, hogy nem maradok, és 2 nap múlva csak kirúgott, hogy az övé legyen az utolsó szó. Hát aha. Mondom, ha te ilyen vagy, akkor... Akkor igen, nem szép dolog, de megérni. Hányszor mentél át a trafi előtt körülbelül? Szerintem egy 8-10-szer körbe mentem. És így direkt fölgyorsítottál, megfordultál, megint fölgyorsítottál. Ami kifélt, a 1.9-es turbo dízel Ducato, amit bírt. Furán néztek, vagy láttad az arcukat? Mi ez a hülye, hogy már ez nem igazán figyeltem, arra figyeltem, hogy az úton maradjon az autó, és padlógáz, parketta. Lett valami, vagy mondott utána valamit, hogy beszéltetek azóta? Ja, nem beszéltünk, mert én ugye az autót, de jól csináltam, mert mint kiderült, ilyen kamu bejelentése is voltam bejelentve minden, úgyhogy előtörlesztettem neki egy kicsit. Hát igen, ez egy 60 ezeres büntetésre számolunk, ugye van valami időbeli korlát, de azért egy pár csak azért az érkezett, igen. Na jó, hát köszi, hogy elmondtad. Azóta van munkád, vagy jobb helyen vagy? Hát nagyon jó helyen vagyok, 2 év ugyanazon a helyen vagyok. Aha, de itt is van céges kocsi, ha majd esetleg véget ér a... Igen. Most is abba illet. Nagyon jó. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Oké, szép napot, sziasztok. Hello. Óvónőként a kritikus kollégánktól menekülve felmondtam. Az utolsó napon minden csúszdán lecsúsztam, és csak éhintáztam. Hát síró gyerekek mindenit, mi? Ez egyébként helyes, igen.
Ex-főnököm 21 éves kislányát szinte az egész asztalos műhely felpróbálta, talán csak az irodista csajok nem, bár ez sem biztos. Naív apuka közölte velem, hogy válságban bevétel végkielégítés nincs, muszáj elküldenie, én fiatal vagyok, úgyis megoldom. A papírjaim átvételekor egy műanyag átlátszó tasakban átadtam neki Timike bugyiját. A lányod nálam felejtette. Megjegyzéssel. Azért takarítással foglalkozom, az utolsó napomon a főnök asztalát a vécés rongyal töröltem le. Nagyon jól esett. Ezek egy kis apró pici, de... kicsi kis bosszú, de azért jól esik, igen. Azt mondja, hogy volt főnökömnek, akinek a nevéhez több érthetetlen kirúgás kapcsolódott, kétszer kiszúrták a kerekét, leöntötték savval az autóját, majd felgyújtották. A gyújtogatásról ti is beszámoltatok a hírekben. Pont, pont, pont. Sejtéseink vannak, hogy ki lehetett, de a mai napig nem tudjuk biztosan. Írja egy hallgató. Hiperben dolgozom, itt történnek, hogy a menedzserem az utolsó munkanapján berendelt 100 raklap gabonapelyhet, ugyanabból az ízből ráadásul, ami nem is fogyott. Amikor 4 kamionnyi kis gabonapehely megjött, körülbelül 10 évre lett volna elég, mindenki kapkodott, hogy vigyék vissza, de a pejhesztő képviselője csak annyit mondott, hogy a rendelés szabályos volt, ők pedig kiszállították. Mindenki röhögött. Mi is, ide Niki. Ebédszállító cégeknél divat az utolsó napon a konkurenciának kicsempészni a címlistát például. Ez sokan csinálják. Aha, írja nekünk Csikó. Azt mondja, hogy... Igen. Egy mobil társaságnál dolgoztam, tele volt a tököm, ezért felmondtam. Felmondási időben előszeretettel küldtem az ügyfeleket a szomszédos hálózatba, hát ott jobbak a perzdia. Írja Tibi. Én érdekes, hogy még valakit telefonoz engednek. Ráadásul ugye ott felvétel is készül minden egyes ilyen beszélgetésről, de jól lehet ezt visszahallgatni, amikor az egykori call centeresed a konkurenciának az ajánlatát próbálja meg eladni. Igen. Jöjjünk a rózsaszín, menjen inkább a hupililához. Sokkal jobb. Egy ilyen telefon azért meglepő. Igen. Tibi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, na neked mi történt az utolsó munkanapodon? Hát nekem az történt, hogy volt egy jó barátom, ő irodán dolgozott, tehát ilyen szállítási céggel foglalkozó cég, billentyűs, tehát ilyen ömlesztett árukat voltunk, és ő elkottyintotta, hát ő értelemszerűen így óvatosan, hogy tudok-e róla, hogy ez a mai, az utolsó munkanapom, azért már évekkel ezelőtt történt. Hát mondom, nem. Hát azt mondja, érdekes, mert azt mondja, hát nem mindegy. Lényeg az, hogy ő mondta, hogy ez az utolsó mai munkanap, készüljek fel rá, hogy azt mondja, holnaptól más fog az autómban ülni. Tudni kell, az irodánk, és hát a cégnek az irodája az üvegiroda volt. Alul ablakok csak a felső szinten, a másodikon voltak. Aha. És tudod azt, hogy ha billentesz, hátrafele, ilyen különböző ömlesztett áru legyen a sórér, kő, homok, bármi, mennyire húzódik szét, mennyire terül ki a pótkocsi mögött. Na most arra figyeltem, hogy tehát az üvegajtót be ne törjük, csak ne nyíljon ki. Tehát ne tudjon kinyílni. Aha. Így van, hát a másodikról nem nagyon fognak kiugrálni. Én értem szerint, én megkértem ezt a barátomat, hogy ne bőj idejét, ilyen déli. Ajaj. Napom ágyra. Aha, nagyon rossz a vonal, az a baj, nem hallunk semmit. Szakadozol, elvesztünk. Igen. Az a lényeg, hogy beöntöttétek az anyagot, és se kisebe. És a másodikon volt az ablak, ahol ki lehetett lapátolni. Nem hallunk semmit, bocsánat, le kell, hogy tegyük, mert nem jó a vonal. Tibi, köszi. Tehát beöntött a sódert alapjavéve, ugye ez lett volna a történet. Tehát ajtót nem lehet kinyitni, onnantól kezdve egy módszer van, hogy kilapátold a második emeleti ablakon keresztül. Kemény. Az kemény. Valaki azt mondja, hogy 900 négyzetméter selejcsempét gyártott az utolsó napon, hosszúból egyébként. Azért az se kevés. Mint csak így gyorsan. Igen, egy közben megjött esetleg, hogy 1 tonna sódert sikerült úgy finoman lehoznia, igen. Üzenem az ex-főnökömnek, hogy az áfa csaláshoz vásárolt számlák fájai még talomban várnak a kijátszásra. Írja nekünk egy hallgató. Hát sok a bosszú, szóval, hogy igen, sok a jogtalan kirúgás is nyilván, nem túl szép kirúgás is, emiatt sok a bosszú. Nagyon, nagyon jó SMS-ek jöttek. Évvégi meeting külön behívtak, azt hittem kineveznek, erre elküldtek.
Megmondtam az őszintét a személyzeti igazgatónak, másnap új pozíciót ajánlottak. Ez jó. Hogy azért itt is, ha információ birtokában vagy, akkor azért ez jó, jó tud lenni, igen. Volt főnökömet regisztráltam szexpartner keresőre, pedig házas volt, sorra kapta az SMS-eket. Imádtam. Édes, édes volt a bosszú írja, Fefe. Úgy kell föltenni, hogy ha tagadom, akkor tud, hogy én vagyok, és olyankor hív vissza este 11-kor. Igen, 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 ha nagyon zavarba vagyok, leteszem, hívj újra. Igen. Igen. Ne add föl. Ha letagadom, ne add föl. Nálam ez igen. Az előjáték. Ez is csak a játék része. Ja, igen, ez is nagyon szép SMS egyébként. Nézegettem a hirdetéseket, és onnan tudtam meg, hogy a főnököm meghirdette a pozíciómat. Ez azért az is milyen, hogy álláshirdetéseket nézel, és ott jössz rá, hogy megtalálod a saját pozíciódat, nem? Jól fizető állás lehetősége, nem tudom milyen cégnél, marketinges pozícióra. Hívjon bátran, a pozíció üres. Azért az is nagyon szép. Na jó van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Gábor, hello. Hello, sziasztok. Hello Gábor, honnan hívsz minket? Fejem megyéből. Jó, igen. Azon belül? Hát én most jelenleg Móron vagyok, de egyébként Fehérvár környékiek vagyunk. Aha, mit csináltok, dolgoztok? Igen, igen, igen. Mit? Hát mi rendőrök vagyunk. Na, értem már, ez a nagy titokzatoskodás, ez egy rendőrök vagytok. Aha, de mi, melyik szakákban nyomultok? Tehát mi a... Hát én mint járőr vagyok, és kollégáknak viszek kávét, akik mérnek most. De mennyire nehéz dolgot. A kis kávé. És visszamentél az őrse kávér, vagy hogy? Nem, van egy kis bolt, és akkor ide szoktunk bemenni kávézni. Mert ha megkérnek néha, hogy akkor hozzak neki kávét. Aha. Figyelj, ilyenkor egyébként ti mit csináltok bent, amikor ugye ezt a műszert nem kell nézni, ez miért önmagában egyedül? Sokszor látok ilyen, ott ülnek, hátra van esve a fejük, feltett lába, tehát az nektek egy pihenés, ott nem kell nagyon csinálni semmit, nem a műszer hát, magától. Szerint járőrként én mást végzek, tehát ez, találkozunk a srácokkal, az egyik srác a haverom, amikor is szoktunk beszélgetni, tehát igazániból a mérésre nem én végzem. Hát ők igazándiból a műszerhez magától mér, ugye küldi az adatokat, illetve hát szoktak csinálni ilyen akciót. Méréseket úgy mond, hogy rögtön elfogó egység is van egy pár száz méteren túl, és akkor hát tulajdonképpen a leolvasott adatok alapján ott már megállítják a kollégák az autót. Ja, és te vagy az elfogó egység? Nem, mondom, én csak járőr. Ja, járőr vagy. Igen. Aha. Hát ők azért vannak, hogy az esetleges hibákat elhárítsák. Azt igen, mondom, igen, nincsen igen. Hiba. Igen. Figyelj, se tudsz forgalmat irányítani? Azt minden rendőrnek tudni kell? Tehát ez egy alap, vagy akik arra szakosodnak, hogy... Igen, igen, tehát ez megvan tanítva mindannyiunknak, illetve megvannak a megfelelő eszközök az autóban. Ha akár baleset van, akár forgalom elterelés, megvannak az eszközök, és akkor mindannyian persze tudunk irányítani. Hát van benne CB, hogy hívtok valakit, aki ért hozzá. Figyelj, és amit egy éve nem irányítottál forgalmat, akkor gyorsan előtt egy kis könyvet átlapozol, mert azt mondják, hogy figyelj, menj már ki a Kacsó-Pongrász, nem tudom, hogy a kereszteződésére, mert abban rohadt nagy dugó van, villognak a lámpák, és másfél éve nem csináltad. Tehát akkor azért kiesel a gyakorlatból, akkor mi van? Nem, hát ez alapvető, tehát ezt azért tudni kell. Tehát ezt álmodból fel kell tenni, Gábor, akkor is tudsz forgalmat irányítani. Hát nem, hát akár egy balesetnél, akár egy kereszteződésben, hogyha a lámpás, tehát nem működik a lámpa, ezt tudnunk kell kezelni ezt a helyzetet, tehát nem lehet ilyet, hogy elfelejtettem, mert igen, nem csináltam. Tehát elnézést keresem, igen. Na és hogy isszák? Csak ez következményekkel jár. Hogy isszák a kávét az urak? Mit kellett vinned? Hát kapucsinót isznak. Váljon az egészségükre, egy jó kapucsinó mérés közben. Cukor nélkül az egyik. Cukor nélkül? Na, vigyáznak a vonalaikra. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Hol mértek legalább? Mondd már, hogy milyen autóval vagytok. Fejér megyében vagyunk, de többet nem mondanék, úgyis tudják szerintem az utolérők szoktuk hallani, hogy... Igen? Segbe rúgnak, ha elmondod egyébként? Tehát most rátszolnának, hogy miért mondtad el? Szerintem nincs úgy jelentősége, csak nem örülnének neki, gondolom. Tehát azért vannak dolgok, amiket így... És egyébként te ilyenkor játszhatsz, Gábor, neked ez nem baj? Mert ugye nagyon nem is szokták engedni, hogy nyilatkozzatok, hogy ez így, ebből nem lesz baj? Hát személyük, hogy nem. Teljes nevemet nem mondtam be, kollégák remélem nem ismernek fel. Nyilván, Gábor a képen, igen, kávét vissza a Fejér megyében mérő kollégáinak. Hát ez így, mondjuk ez alapján...
Hát ez meg lehet. De nem akarunk bajba sodorni, csak kérdezem, hogy tök lazán nyomod, ez jó, csak nem vagyunk ezt hozzászokva. Gábor az igazi nevem, tehát. És nem is fejed megyében vagytok, és nem is vagytok rendőrök, igen. Hát úgy bárja, hentesként dolgozol valahol Veszprémben. A cappuccino igaz, de mind a kettő cukorral van. Hogy fogadjunk, hogy ez csak egy feladat, hogy addig feltartsál minket, hogy ne tudjuk bemondani a trafik. Hát hogy megnézik a kollégák, hogy a Balázs meg a Feri jól parkolnak, ezt hogy ne. Ugye megnézhetitek. Hát azt nézhetitek. Meg, mind a ketten jól parkolunk, csak a Bali alá festettek. Igen, aki nem mutass egy embert, aki nálam szabályosabban parkol, nem tudsz. Nem tudsz. Egyébként nem tavatálsz, Balázs, a mozgássérű parkolóhelyen keresztül áll, vagy ez a hajdú? Nem. Bocsánat, tegnap a hétvégén történt egy szörnyű dolog, hogy alám festettek egy forgalomtól elzárt területet, egyébként nem parkolok nem szabálytalanul. Nem volt beúzva a kézifék, és rágurult. Nyilván TV2 kedvelő volt, vagy nem tudom, egy régi neós, vagy bumerángos, ilyen van, hogy az ember alá festenek egy oda nem illő jelet. De azt, hogy rossz helyen álljak meg, ezt konkrétan kikérem magam. A hajdúnak egy mozgássérült gumiszőnyeget adtak be, végig gördítek. Igen, meg egyébként, hogyha láttad a hajdút a Nagyduetbe, akkor te is tudod, hogy teljesen jogos, hogy mozgássérült parkolóba. Igen, abszolút. Na jó van. Hát reméljük, nem ez az utolsó telefonod az állományban. Tényleg céges mobil? Tényleg. Fia, a TV utcában már lekapcsolták a lámpát, hogy spóroljanak. Hallják, hallott, megint adásban van. Feltöltőkártyás. 8 perce. Ja, Istenem, na jó van, Gábor, ha valóban így hívnak, ha nem akkor is. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, szerintem vihető, a harmadik az nehéz. Az első a nehéz. Tényleg? Minden nap van a kezében az embernek. Igen, de nem, nagyon minden. Na ezért. Igen. Ezért tűnik kézenfekvőnek, de nem feltétlenül tudják. Nem könnyítesz egy kicsit, rendőr? Ja. Csak rohadékos kövünk. Na figyelj. Hány csontcsillag a tizedes? Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik forgalom a lévő pénzérménken látható egy kócsag. Hát mondjuk ezzel... Nemrég 5 forintosban. És tudja! És tudja! Ügyes! Megizzadtam volna egyébként. Nem? Én mondtam, hogy nyilván minden nap a kezedben van, én nem tudom. Két madaras pénzérménk van, az egyik egy kócsagos, a másik pedig egy kerecsen solymos. Hát a kerecsen solymos. Lehet, hogy bajba jöttem volna, az 20-es van, vagy melyikem van? Hát persze, majd a kérdés lesz. Az pénteki kérdés, nem állom. Na figyelj, mehetünk tovább, Gábor, vagy bárhogy is hívnak. Oké, így szól a második kérdés. Melyik az Egyesült Államok legészakibb tagállama? Alaszka. Kinevezést neki! Okos ez a rendőr! Most mi van? Hát nincs értelme, ez most baj, hát okos rendőr. Hát tök jó, ez abszolút rendben. Teljesen rendben. Elvítom a megítélés. Ez nem okos, nem csak lexikális tudja. Az állomány büszkesége vagy. Nagyon jó vagy. Na figyelj, a harmadik kérdés, megálljunk, tovább menjünk. A Boom szoftverre nem nagyon alapozhatunk, mert nem ad mostanában. De ha úgy érzed, hogy menjünk, már mehetünk is. Te döntesz. Milyen típusú kérdés, ezt lehet tudni, vagy mennyire? Hát filmes, ennyit tudunk segíteni talán. Menjünk. Filmek? Igen? Fingas. Kapd el. Na figyelj, itt szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű színész kapott Oscar-díjat az Egy asszony illata című filmben nyújtott alakításáért? Na, hát ez filmbarátoknak. Tudod. Egy asszony illata. Tegnap néztem meg tőle egy másik filmet egyébként, amíg a... Az asszonytól. Asszony illata. Az a másik film az nem gengszeres volt véletlenül? De! Egyébként igen. Akkor Al Pacino. De jó vagy! Nem voltam benne biztos, hogy egy azt sem tudtam, hogy férfi vagy nő kapott az Oscar-díjat. Melyik gengszeres filmre gondoltál egyébként? A Keresztapa. Ja, nem azt néztem tegnap, de én a szemtől szemét néztem a Michael Mann filmjét. Abúgy Al Pacino, Robert De Niro játszik, igen. Jó, de jó volt, Al Pacino. Jó, köszönjük. Jó, még próbáltam még gyorsan kicserélni, hogy mi volt a kedvenc filmje, a Bodrácska János egykori rendőrfőkapitán, hogy de nem igen. Volt. Mi Pintér Sándor kedvenc állat. Melyik rendőrneves filmben szerepelt Szilveszter Stallone? Igen. Lett volna, puskapor. Jól van, na, megvan az ajándékcsomag, tehát a kávé mellé. Így van, a jeges kávék mellé. Tényleg, most mi van, most visszaviszed és felmelegíted újra, vagy most mi lesz a kávéval? Hát nem, most itt van még a kezemben, ami visszaleforró, ilyen termosz bögrőre van.
Gyerekek, megjött a naphallgatói SMS. Megjött. Tehát ez egyértelmű. Ne engedjétek bumozni, mert a végén még lelő valakit. Biztosítva. Jó. Nagyon ügyes voltál. Küldjük nektek az ajándékcsomagot nagy szeretettel. Jó, jó munkát kívánunk nektek. Erőt, egészséget. Minden jót nektek. Üde szolgálatot. Hogy kell ügyelni? Van nálatok ilyen? Harsogó. Van nálatok, hogy búcsúztok, hogy köszöntök? Erőt, egészséget. Van ilyen? Hát erőt, egészséget vagy. Még mindig? Erőt, egészséget van. Hát csak poén kezdve. Nem tornatanárok vagy. Erőt, egészséget. Józsi, állj már le, hozd már a rohadt kávét. Eseménymentes szolgálatot. Az szép, az eseménymentes. Jó. Na jó van, köszönjük, hogy vagytok, vigyázzatok ránk, és csókoltatunk mindenkit, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Erőt, egészséget, pintér mosoly. Igen, mosolyog rajád a pintér, igen. 9:02. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10, múlt pontosan 1 perccel, itt vagyunk. 44-es főút, azt mondja, hogy a Tisza híd után mérnek, plusz igazoltatás, plusz KPM, ezt Balú küldte nekünk, köszönjük szépen. Háromlábú a nulláson, 80-as táblánál Esztergom felé üzente Bobó, és súlyos baleset történt Velence és Puszta-Szabolcs között, nagy a torlódás, ezt Viki üzente nekünk. A Pinagó utcánál befelé egy sáv járható, sor vége az Őrsnél, írja Ádám. Hello, Juli! Juli idejött is, megállt felettem egy almával. De nem akármilyen. De nem mutatta meg, hogy mi van az almán, csak állt egy percig, azért akadozom, mert irány áll egy almával a kezébe. Aztán megfordította, azt már látom, hogy mi van. Na, és megretentél? De jó. Megretentél, Juli, mit aztán? Ezt ma reggel kaptam, vásároltam az egyik legnagyobb áruházlánc híjés, súlyed észrevettétek. Igen, tudom. Eddig én ültem rajta, tudom. Szereti való szék. Eltűnt a szék alólam. 300 forintba kerül egy darab. Valentin napra gyúrnak. Csak gondoltam, tetszeni fog. Nagyon jó. Ezt hogy csinálják? I love you felirat van az almán, és egy szív alak. Hát kiszívják valahol? Nem, lematricázzák szerintem. Az a 3-4 nap, amíg nem kap fényt, levegőt, az alatt így eltűnik alól a szín. Gondolom. Tehát tárolás közben, miközben úgymond érik a gyümölcs, igen, akkor le van így ragasztva? Hát szerintem nem. Na szóval nem a bombon meg a virág, hanem az alma. Hmm. Az I love you-s alma. Menő, mi? Biztos, hogy matrica, abban tud igazad van, mert megvan a helye körbe. Aha. Tehát egy matricát tesznek az almának, nem változik a színe. Az zöld alma, a sárga sárga, a piros piros, azt nem tesztet neki. Hát de az érés során egy kicsit változhat? Igen. Nem lehet, hogy valami olyan matricát tesznek rá, ami megszívja magát az almát? Tehát a matricában van egy olyan anyag, ami megszívja a színét egy kicsit. Leszívja a színét. Megszívja a színét, igen, aha, nem? Így. Próbáljuk meg, hogy a másik oldalát itt 10-ig szívod. Hát vagy van esetleg valami olyan anyag, amitől a színe megváltozik? Szerintem igen, megszínezik. Tehát ez valami kemikália. Örülnek a csajok egy ilyen almának? Szerintem igen. Örülnek? Szerintem igen. Akkor vegyetek. Vagy lehet, hogy ez eredetileg egy golden? Mennyi a kilója? Drágább, mint a... Nem hiszem. Dehogyne. Ez drágább. Hát drágább volt, Gyuri? I love you-s alma? Darabja 300 forint. Na, azt gondolom drágább. Azt gondolom mondhatni drágább. Vettem mindenkinek egy darabot, és akkor beütötte a nő. És mondom, várj, állj, mennyi, és mondta, hogy ennek nem kilaja, hanem darabja 300. Igen, mondta ráadásul, hogy kilaja. Igen, kilaja. Egy kilóban benne van egy 6-7 darab, de egy darab 300, akkor az ez nagyon kemény. Megint mi van? Valaki kitalált egy matricát, igen, megszívja a gyümölcsöt. Igen. Mi van? Milliárdos lett apád. Nem, az van, hogy nem mi találtuk ki megint. Apád. Ezt is. mindent apám irányít ebben az országban. Apám találta ki. De ez ötlet jó. Nagyon. Még sokkal jobban örülnék egy I love you-s körtének, de az alma se rossz. Szerintem volt egy ilyen I love you felirat, ráragasztották egy goldenre, és utána körbefújták pirossal. Nagyon okos, jó megoldás. De nem egyébként ez cuki. Jó pofa. Főleg, amikor elkezd majd az alma rohadni, és ránézel néhány nap múlva. Ugye, mert meg nem eszed, mert ugye nem akarod megenni. 300 én meg főleg nem. Há, de nagy ötlet. Gyerekek, klassz, nagy ötlet. Almát az ugyanezt lehet banánnal is, meg kígyóborkával is. De biztos vagyok benne. Az és jó. Mit írnál rá? Mit írnál már? Már megint miért a kígyóborka? És miért nem tudtál egy mangót mondani? Miért nem tudtál egy kiló krumplit mondani? Mert ezek a fallikus szimbólumok. Hát a banánnak van igénye, Balázs.
A kígyóborkának nincs. Tehát egy Valentin, a romantika, a szerelem, meg még a kígyóborka. Romantika, szerelem, hát, szex. Hát csak eljutsz odáig. Hihetetlen, hogy mindenről mindig a szex jut eszedbe. I love you. De miért nem lehet az I love you-t kígyóborkára? Egy nagy, egy vurult téli szalámira. Oh, I love you, érted? De mire híres sem lesz szőlőszemekre? Hát ez tudod, milyen melós. Egy darab mangóra, egy csomag kivire, hát mit tudom én? Hát nem tudom. Céges almát kell csinálni, és bele az ajándékcsomagba. Jó. Nem, klassz FM alma. Igen. Na jó, van, nézzük a közlekedésért. Sopronban leszakadt az ég, a Pillangó utcánál befelé egy sáv járható, sorvége az Őrsnél, ezt Ádám írta, valamint valaki kérdezi, hogy nem szombaton indul a kampány? A kormány mögött vagy kint az utcán, ugye ez van a... jó duha. Ez van ugye a fő címdalunk, hogy igen. Háromlábú a nulláson, és Velenc és Puszta a Szabolcs között súlyos baleset, nagy a torlódás. Ez így írta. Na. Hihetetlen egyébként, tényleg. Hogy? Hát lehetne tényleg a választás. Nagyon okos hallgató, de és nem is tudtuk. Hogy a lehetne. Kormány, kormány mögött vagy kint. A választási kampánynak lehetne ez a hivatalos dala. És de ráadásul pártfüggetlen. De pártfüggetlen, ha belegondolsz. Hogy kormány mögött, a kormány vagy, mögött kint vagy kint az utcán. Tehát, hogy gyakorlatilag megtaláltuk az arany középutat. Van hát, egy olyan kampánydal, amit mindenki használhat. Hát a kormány mögött az a kormány mögé felsorakozó igen. erőt jelenti. Hát igen, az, akinek kint van az utcán, az meg a... Ja, értem. Ja, hogy a kormány mögött vagy kint az utcán. Az utcán. Hát tehát az ellenzéknek is helyet adtál. Aztán nem mondta senki semmit. Na, zseni. Kérde majd a jogdíjakat. Megadjam a Habony telefonszámát, és akkor fölhívom. Mi? Nem akarok kendózni, és hajat se festetek. Elmész fel egyet ebédelni, mint Hajdú Péterért, felültök az óriás kerékre, bár már nincs. Kislábú nőket szerettem. Igen, amikor Hajdú a Kempinskibe vitt, hát elviszed valami csárdába valami. De a kis cukiba. Lőrizsbe elviszed a parász cukiba, vagy valahova esztek egy túrodesszertet, aztán közben eladod neki az ötletet. Nem, hanem kipróbálom vele ezt a delfinjárást, tudod, amikor rálépsz a másik alka lábára, átölöled, és na, ha már Hajdú Péter, hogy gyerekek. Delfin pingvinjár. Ha már Hajdú Péter, mi ez a sztoria Péterrel kapcsolatban, hogy UFO familiát kínált neki valaki, ezt hallottátok? Hát te fura. Furcsa története rukkolt elő Péterünk. Állítása szerint egy ismerőse felhívta, hogy üzleti ügyben találkozni akar vele, mert éjjel elkapott 3 UFO-t, egy férfit, egy nőt és egy gyereket, amiért 1 millió forintot akart kérni a Frisbee műsorvezetőjétől. És ezt be is mutatja a jövő heti Frisbee-ben. De hol az? Az nincs. Egyébként érdekes, igen, hogy ennyi van. A zöld határon. Jöttek át hátizsákkal. Hétfőn állította a Hajdú ezt, hogy egy UFO családot kaptak el. Aha. Egy UFO férfi, egy UFO nő és egy UFO gyerek. És ezt valaki felajánlotta neki. Látja, hogy férfi, nincs rajtuk ruha. De az miből jön? Hát tehát most az, ugye az UFO-knál azért ezt nem lehet tudni, igen. hogy kicsoda hova tartozik. Nincs lehet, hogy ez csak egy kis UFO. Meg lehet, egy hogy nagy... patak meg volt dúzadva, vagy egy ér ott a zöld határon, aztán azért le kellett vetni magukról. Vagy a Space-ben találta az UFO-kat a csávó. Nagy fej, nagy szemek, vagy mi alapján? Mert... De ekkora baj a Frisbee-vel? Vagy mi a baj? Nem, hát mit látták, hogy a Péter felvevő piac lehet. Vagy hát a rokon. A gyerekek 1 millió forintot megért volna, mint utána be tudom mutatni a saját műsoromban. Nem? Kérdezzük meg a Péternek, fölhívunk, kíváncsi. Csörögjük már rá. Nem, tényleg érdekel, hogy mi van. Ő nem UFO. De nem a Pataki hívta? Mert lesz új a lemezés, behinné a... Kíváncsi, hogy zajlik, ez csak fölhív éjjel egykor az ismerés, hogy te Péter, elfogtam egy UFO családot. Ez mennyire reális, egy. Nem? Halló, jó reggelt! Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Hello! Hallgattalak benneteket, zseniális volt az átkötés, ugye egyrészt Habonyról, és utána pedig az UFO sztori. Olyan szintű átkötése, komolyan mondom, elképesztő. De hogy volt ez a történet, hogy fölhívtak téged éjjel, hogy van egy UFO család, egy ismerős? Igen, a sztori nagyon egyszerű, Dömsödinél buli volt, felhívott, hogy egy kicsit én kerestem. Dömsödi megint begombázott, vagy mi történt? Na, a sztori egyébként a következő. Az éttermembe bement egy pasi, egyébként itt lakik Török Bálinton, és szerintem valószínűleg már nem volt szomjas.
és mondta a felszolgálónak, hogy hívjanak fel engem, mert milliós üzleti ajánlata van. Hát próbáltuk nem felhívni, de baromi erőszakos volt, és felhívtak, átvette a telefont, és mondta, hogy milliós ajánlatommal találkozzunk. Mondom, hogy nára, hogy nem érek rá mondjani, hogy elkaptam egy UFO-t, nem egyet, hármat. És mondom, jó, és egy millióra tiéd, de nem akarok UFO-t venni, keres más, tehát nem érdekel. Hogy adnak interjút, mondom, igen. Adnak interjút? Ez nagyon jó doma. Igen, és milyen nyelven? Milyen nyelven? Mondjuk, magyarul, tudnak magyarul, meg is fürdettem a gyereket. Mondtam, hogy jó, aztán küldj ide valakit. Mondom, küld. És gondoltam, hogy felhívom a rendőrséget, vagy benneteket, de aztán mondta, hogy elég lesz, hogy kifizetem a fürdetést, ami 10 forint volt a szappa, mert nem tudom, mit mondod. Erre letettem a telefon. De mi van, ha tényleg? Hát most mi van, ha tényleg elkapott egy UFO családot, érted? Egyébként attól féltem, hogy egy szerencsétlen török-bálinti családot tart fogva. És ha oda megyek, akkor meglátom, hogy tényleg van ott valaki. De aztán nem került erre. És sor. Nem is jutott eszedbe, hogy legalább az alkalmazottnak mutassa meg, vagy vigye be legalább a gyereket? Hát lett volna még ennek folytatása. Tényleg, ez valami veszélyes. Most gondold el, ki ez a hülye? Tehát valaki érnek, odamész a házába, lehet, hogy ráduszít egy kutyát, fogva tart, megöl, megerőszakol. Figyelj, hogy van, hogy vonzátok a bolondokat? Tehát hozzád valaki vagy bemászik, vagy UFO-t akar eladni, olyan, mint a török bálint, egy ilyen elmegyógyintézet központjában laknátok, és ott valahogy egy ilyen gócpontban vagytok, hogy ott veletek, ott mindig történik valami, ez elképesztő. Tehát valahogy így vonzátok őket, nem? De valószínűleg nem vonzol, tehát figyelj, az autód alá festenek különböző de most, valaki jeleket. Hát köszönöm szépen, hogy megértesz ebben a szörnyű történetben. Ha valaki, akkor te megérted. Ezt te pontosan tudod, hogy ez milyen érzés, amikor az ember normálisan leparkol, és egy rossz akarója aláfest egy záróvonalat. Hát a rohadt életben milyen világ. Vagy egy járdát. Nálad az aszfaltot húzták alá a kocsinak, én emlékszem. Rohadt egy világ ez, de tényleg. De nem így vagy, kicsit a bolondok itt tapadnak rátok. Hát van valami őrült rajongó, meg bemászás, tehát valahogy így bennetek látnak fantáziát. Hát látom, most mit csinálják, tehát hasonszörű vonza, hasonszörű. Igen. Hát de figyelj, hát ha esetleg be tudtad volna rángatni a frisbee-be, még az is lehet, hogy a végén még nézettséged is lett volna, nem? Visszahívjam. Mi van ezzel a török bálinti ételszállítással? Ez megoldódott? Vagy most mi van, mint olvasom a híreket, hogy rosszat teszik a gyermek? Igen, egyébként próbáltam segíteni a helyieknek, és azt gondolom, hogy sikerre jártunk, a kormányhivatal kiadott egy közleményt, hogyha rossz minőségű a menza az iskolában, akkor a szülőnek joga van beszállítani a ételt a gyermekének. Szóval ez szerintem egy nagy siker volt. Nyilván nem bulvásztorom, egy kicsivel komolyabb, de siker volt, és remélem, hogy megoldottak a problémát. Az én gyerekeim még óvodások, tehát engem így nem érint közvetlenül a probléma, de azt gondolom, hogy a célunkat elérti. Figyelj, közben eszembe jutott, hogy egyszer volt egy olyan nő, aki viszont rólad állította, hogy UFO vagy, emlékszel? Hogy vannak veled kapcsolatban, hogy volt egy nő, aki azt jelentett, hogy UFO, és ez lehet, hogy annak a rokona, aki csak a családot hozta volna. Tehát, hogy azért itt van egyfajta összefüggés. Volt egy ilyen nő, ugye? Ne viccelj, mert volt egy olyan, mert az volt a sztori, hogy írogatott folyamatosan, az egész egyébként miattad van, azt tudod. Mert mi történt? Azért, mert a készátverésben látott a Leóval, Kata Leó készátverés, és akkor kezdett el írogatni, hogy a felesége meg kurva. És hogy ő tudja, hogy a Leóval. Kicsit komolyan vette a műsort, igen, ott a Leóval hoztuk össze a feleségedet, és téged vertünk át, hogy mintha a feleséged, hogy a Kata Leóval randizna. Igen, és akkor ő tudja, hogy szexrapszol, és akkor folytat ugye jegyzetelt az adásból nyilván. És nem hagyta abba, és körülbelül 500 levelet ír, de a végén már azt küldött egy képeslapot, egy UFO volt rajta, és mondta, hogy maga is az, a szellő is, és a gyereke is. És akkor a gyerekem még egyébként nem született meg, és mondta, hogy el fogja rabolni a gyerekeimet, vagy a gyerekemet, ami ugye a Kata hasában volt, és genetikai vizsgálatnak veti alá, és hogyha kiderül, hogy UFO, soha nem fogom látni. És akkor a Kata ezen megijedt, és feljelentette. Szerencsétlen zsír. Mondom, hogy ott valami komoly központ van, valami komoly erőtér van, illetve még az is eszembe jutott, hogy egyszer a te szélvédődön egy valamit látott egy UFO kutató UFO-nak. Tehát, hogy biztos, hogy nem egy szétkenődött légy volt. Egy szétkenődött, nem. Az nem a te szélvédőd volt?
sokkal komolyabb sztori. Az én szélvédőm volt, a Napló forgatott akkor velem, és beírt a TV2-be különböző újságba, és az egy madárszar volt. Igen, és egy UFO kutató azt mondta, hogy a Hajdú Péter szélvédője a bizonyíték, hogy az UFO-k már pedig, vagy a csészhajak léteznek, és bemutatta a te szélvédődet, hogy ott látszik a földön kívüli egy neves UFO kutató. Hát hogy azért ez elég komoly. Igen. Fél neves UFO kutató keveri az UFO-kat a verépszarral, tehát azért elég kemény. Igen, na jól van. Oké, imádom. Mi folytatok a témából azon? Nem, veled kapcsolatban. Számos témánk van még, csak ezt már zárjuk, de imádom, Péter, hogy veletek így mindig történik valami. Egyébként most láttam a Facebookon, hogy felvettétek a frisbee szezonnyitó adását, ezek szerint nem adott fel? Te maga vagy az UFO, Jani. Igen, jó a kérdés, igen, hogy szabad szemben látható még a kérdés. De jó lesz. Igen, jó van. Na. 19. Mindenféleképpen. Vigyázz magadra, köszönjük jó, szépen. Hello, Péter, ciao. Szia. Hello. Hát, gyerekek, itt valami komoly. Komoly erőtér van ott Török Bálinton, nem? Vagy a katát, vagy a gyerekét, vagy a szélvédőjét UFO-nak nézik. Én nem tudom egyébként, hogy hova futnak be ezek, hogy a Teva utcában, vagy pedig a Török Bálinti kapitányságra, de biztos vagyok benne, hogy a Hajdú családdal kapcsolatos feljelentéseknek már külön szobája van, külön basszekrénye, külön szekciója, fiókokat, stb. Igen. Na jól van, van egy trafi hírünk, ez fontos, az M0-áson a 73-as kihajtónál Dunakeszinél a Megyeri híd felé mérnek, ez szélvédős Feri küldte el nekünk, köszönjük szépen, valamint az M35-ös Debrecen felé vezető szakaszán a 19-es kilométernél szintén lézersó van, előtte Pestől az M3-as, oké, ez Tamás a tablet dealer küldte nekünk, 9:30 múlt egy perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek. Gyerekek, most fogom a kezembe, nem hiszem el, ha nem látom Blu-ray DVD-n Kandalló 3-féle. Hoppá! Hogy micsoda? Hát ugye berakod Blu-ray DVD-n, ja, és akkor azt látod, a tévében ugye Kandallót látsz, és sok helyen csinálják, akvárium Kandalló, és akkor ott ropog a tűz, van egy kis hang, még azt hangot is felveszik, hogy pattog a tűz. Azt mondom, meséltem, hogy nálunk megjelent a szolgáltatónál, van egy ilyen csatorna, hogy ünnepi hangulat, és egy Kandalló van rajta, ropogó tűzzel. Zseniális, full HD-ban. És akkor ott meg tudsz változtatni is, hogy melyiket akarod körbejátszani. Én nem tudom, hogy vagytok vele, én szeretek így bóbiskolni a tévé előtt. Ülök a kis fotelemben. A kis zoknicskámban. Kis zoknicskámban, igen. Kis toppolt zoknicskámban. Igen. De hogy belebóbiskol, de mi Kandallóba, vagy akváriumban, vagy de ez jó lehet egyébként. Beülök szépen a tévé elé. Között van tőlük egyébként is a konvektor mellett, úgyhogy még meleg is van. Vagy teszel a tévé irányából egy hősugárzót magad felé, fölötte ott van. Ott van ezek. Egyébként hangulatos, én láttam ilyet egy barátomnál, jó, amikor úgy le van malkitva, nincs semmi felirat, csak úgy lobog a tűz, majdnem, hogy visszaadja azt az élményt kis túlzással. Vannak ilyen illatosított gyertyák is, keresek egy füstillatút. Vagy meggyújtasz valamit, persze, vagy ezért darabot. Igen, belobbantom a nejlon függönyt mellette. Abszolút megvan a hatás egyébként, igen. Tök jó. Hát az akvárium is milyen népszerű volt a tévében. Jelentősen fölment a nézettségük, amikor ugye akváriumot adtak. Mikor hazajött a buliból éjjel kettőkor, leült az akvárium elé, és akkor négyig még nézted, hogy a bóc halak üldözik egymást. És ott megvolt, hogy melyik az agresszív, aki milyen, a sárga, hogy üldözi a narancssárgát. Azt már nem csinálják, nincs, nem? Nem adnak már akváriumot. Ez nincsen. Milyen pedig ez egy tökély kis parti kellék lehet egyébként. Különböző Blu-ray lemezeid vannak otthon, a hangulatnak megfelelően. És akkor szépen, amikor egy kis összejövetel, barátok ott vannak, vagy barátnő, egy kis légy ott, stb. Azt raksz be, amit nekünk akarsz. A tévénk tud ilyeneket. Már magától van tűzefekt? Van a szem tájkép, és akkor így susognak a fák, hajladoznak a széltőlet. Ne csináld, ilyen, tehát már ez ilyen alapprogramban benne van a tévében. Televízió. Tényleg? Aha. És mit tud még? Van tengerpart, arra emlékszem, van ez az erdős látkép, a tengerpart, van egy de nem lehet, ezek tematikus csatornák csak téged vezettek meg? Csak lapozgatsz, és csak mindig nincs rajta a logó? Mindig ugyanaz van. Mondjuk az kicsit unalmas lenne, igen. Van egy hegy, tengerpart, erdő. Ez jó. Hát ez nagyon korrekt. Nekem miért nincs ilyen a tévémben? Lehet, hogy van, keresni kell. Mert te szereted az értelmes funkciókat. Nekem meg jó erre muta. Az is igaz, én másra használom. Nekünk is van egyébként ilyen. Egy régi tévénkben például tüzet lehet rakni. Mint a Terminátorban. Igen, ezek jó egyébként jó dolgok. M35 Debrecen felé 19-es kilométernél lézersó, előtte Pestől az M3-as oké, trafiznak az M0-áson, a 73-as kihajtónál, Dunakeszinél a Megyeri híd felé, szélvédős Feri küldte el nekünk, és az IGE 155-ös rendszámú zöld Astra még úton a Szeged felé haladókat méri, ezt Prince küldte nekünk, köszönjük szépen. Ugye? Ott csillog az irítség a szemetekben. Mi? Hát, hallod, ez az anyag. Ez nem, az... nem is a pénz miatt, érted? Mert ez nem érdekes. Az ötlet, hogy zseni vagy. Tehát mi azért vagyunk ennyire zavaró. De megvan. Légy szíved le a szemögedet, mert zavaró lehet a csillogása. Na most nézd meg. Minden megvan, már csak az anyagot kell kitalálni, tudod. Egyébként minden megvan. Nyilván. Egy fontos dolog hiányzik, az anyag. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szavaztok. Jaj, olyan jó lenne egyszer valamit feltalálni, nem? De amikor majd feltaláló leszel és világhíres, akkor se feledkezz meg rólam, jó? Na, ez nem leszek. Tehát ha valami, ez nem leszek. Ez lopják a multik. Elviszik. Ez a cipős. Hogy elvitte? De azt tettem, most már szívhatják a fogukat, majd fizetik az eurómilliókat, ne. Ne kije bele a számlájába. A sávos cipő miatt. Így. Ez milyen szép, hallottad ezt a sztorit? Hallottam, olvastam tegnap, igen. Imádom ezt a történetet. Dávid győzelmet Góliát felett. De most komolyan. Igen. De tényleg az benne a hihetetlen, hogy ezt valaki, tehát hogyha lenyúlják, azt mondta, hogy jaj, sajnos lenyúlták. Nem, hanem ő odaállt. Teljes válszélesség. És azt mondta, hogy számomra, ez az enyém. És számomra ebben az a hihetetlen, hogy milyen fene tart ezen 12 évig. 12 év? Hát felnő a gyereked, amíg letárgyalsz egy ilyet, hogy most ki találta ki ezt előbb. 12 év. Hát az hányszor dobják vissza, meg fellebbezel, meg hogy? 12 év alatt most került pont az ügy végére. És mondjuk nem tudom, hogy milyen anyagi körülmények között él most, de hallottunk egy csomó olyan sztorit, hogy valaki, érted, mit él szegényen, mély szegényen éli az életét, és ő meg lehet, hogy 12 éve már palotában lakhatta. Persze, így ráadásul ugye itt elindult a cipőgyártás, amiről ugye beszéltünk, tehát egy 70-80 milliós gyártási költség is leállt, ugye, meg belekerült már, tehát itt már gyártási szakaszban volt a cipő. Ott azért valaki csak kiabált azért a 80 millióért. Igen. Hogy haló. Na jó van, hívjuk a naphallgatóját már is.
Morning show, jó reggelt! Yeah, jó reggelt! Ügyes. Hello! 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 Hey, hey! Hello! Írtál nekünk SMS-t, ugye? Így van. Már nézem is. Ugye hát egyértelmű, hogy XD így írtad alá? Igen, egy mosolygós fejet a végére. Az egy, ja. Az egy smiley, csak kicsit... Smiley. Modernes mille. XD? Kedves XD! Igen, szóval miért smiley? Most hát én nem így írom a smiley-t. Ez egy ilyen előtt arc, az X-el meg egy D-vel. Kedves íd! Az két pont és egy nevető száj. Ja! És így, Anna ezt írtok, hogy XD, most nem tudok átkonvertálni, mire hirtelen fejbe. Mi a neved? Zoli egyébként. Zoli. Miért azt írott, hogy Zoli? Miért kell ilyen? A műsorvezetőt összezavaró ilyen XD, nem tudom miket rajzolni. Kedves íd, íc és XD. Na, írtad, ugye egy nagyon kedves rendőr játszott nálunk, úgyhogy nagyon szimpatikus volt, és ő ugye hármasugrást játszott. És nem akart elmondani, hogy hogy hívják, de aztán végül állított magáról egy nevet. Nem is ez a lényeg. Ugye eljutott a harmadik kérdésig, vagy hogy tovább menjen, vagy ne menjen, és akkor te azt írtad nekünk, hogy ne engedjétek bumozni, mert a végén még lelő valaki, hát ez már abban a pillanatban ott eldőlt, hogy te leszel a naphallgatója, kedves XD. Úgyhogy küldünk neked egy nagyon szép ajándékcsomagot, jó? Köszi szépen. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Van egy csomó plusz ajándékod is, bocsánat. Na Vastag Csaba, ha? Na. Na. Ez koncert, ez nem vacsora. Ez bizonyám. Koncert. Igen. Meg a tetkós óra mehetsz hétvégén. Varodhatsz egy szépet. Hol hallgatsz minket helyileg? Zalaegerszeg mellett. Zalaegerszeg. Dolgozol vagy iskolában vagy? Dolgozom így. Dolgozom. Jó van, jó munkát neked. Köszi Zoli. Köszi szépen. Ciao, hello, hello. Hello, sziasztok. Szia. Csabi, kámere megzenéd lesznek? Ráadásul olyan dalokat fogok most hozni. Na ne, már most. Megint nem a legújabbakat, a legújabbak közül ajánlok egyet, bár ez nem régi. Mert nincs mi. Ne, de van, na. Van, csak az Ellie Gouldingra szerintem elő a kicsit Bee-Gees-szel. Rá kell mennünk Ellie Gouldingra, mert méltatlanul keveset beszélünk róla. Igen. És Ellie Goulding egy nagyon remek énekesnő. Én mindig hiányolom. Nem komolyan, nem tök igazad van, rohadt egy élet ez, hogy nem beszélünk róla. Sose tudom, hogy mikor beszélsz komolyan. De most talán komolyan nagyon mondom, jó. Szemét egy világ, hogy Ellie Goulding-ról ilyen keveset beszél. Goulding! Hallod? És ráadásul iszonyú jó író is Goulding. Igen, a legyek ura mekkora, hát. Nem? Mondja Csabi. És nem vagy messze tőle, mert ő tényleg dalszerző, aki nem csak saját magának, hanem más pályatársainak is írja a dalokat. Igen. És egyébként csak nem éneklik el? De elénektik. Sikeresen. Gabriella Csirmi például a második lemezén többet is énekelt. A Csirmi, azaz. Micsoda húzó nevek. Gabriella Csirmi. Hát, Katy Perry turnéján ő volt az előzenekar. Az jó, az nagy dolog. Én nagyon szeretem egyébként. Gabriella Csirmi az egyik kedvencem. Hotban, attól hiszad a homlokon, igen, a Csirmitől. Voltál sportolni, Csirmi? És 2010-ben egyébként ő volt az év hangja, és neki a Burn című dalát szeretném nektek megmutatni. És egyébként voltam futni, és igen, és megkóstoltam a Feri reggeliét is. Úgyhogy... Igen, Feri így a maradékokba rittyentett egy ilyen kis... A gyerekek, hát most itt rohagyjon meg, hát hogy így elmegyük meg, te a szilágos. Fúzd le a felét, jön a friss áru. Helyes. Fúzd le a felét, edd meg a kétszeresét. Igen. Így lehet csak fogy. Csabi jön a kívánság műsorra, Csabikám, neked jó munkát kívánunk, 555-55-00, ha szeretne valaki tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Szevasztok!